Pillanat. Most jó. Bocsánat, volt egy kis technikai baki, most már jó, látom, igen, a hangomat. Akkor sziasztok, elkezdeném még egyszer, ugye most van a HST utolsó adása a karácsony szünet előtt. Lesz 4 meccsünk ma, amiből 3 az mirror meccs lesz. Ray fog nekem segíteni, kasztolni, majd később Mostem Freeman meccsen PS is becsatlakozik, és ahogy már múlt héten is volt, lesz majd a meccsek után egy ilyen beszélgetős műsor, amiben jön majd Winter és Siro is. Nem lehet? Oké, pillanat. Megoldjuk, hogy Rét is lehessen hallani pillanatokon belül. Pedig jónak kellene lennie. Beszélj, légy szíves. Hallgatom közben vissza, és nem hallom magamat, úgyhogy... Most? Ó, most jó. Oké, szuper. Jó, akkor... Minden technikai probléma elhárult. Akkor vágjunk is bele. Az első meccs az Breach versus Reaper lesz. Ugye Reaper az egy Diamond 3-as, 3326-os, 26 MMR-es Terran. Még Breach egy Master 2-es, 4541 MMR-es Terran. Itt azért elég nagy különbség van a két játékos között. De talán még meg is lepődhetünk. Nem, meg is remélem. Igen, láttam, Reaper most nagyon ütötte a laddert, úgyhogy így nagyon gyakorolt, meglátjuk, hogy okoz-e meglepetést. Az első map az a Detaura lesz. És már készen is állnak a játékosok. Bloody, ezt kérdezd meg majd Breach-től. Ugye ez a második osztály B csoportjában. Vannak mindketten. Jelenleg Breach a harmadik helyen van 3 ponttal, Reaper pedig a hetedik helyen van jelenleg 0 ponttal, azaz ugye nem nyert még, ugye egyet játszott eddig mind a két játékos. Úgyhogy közben redisztek a játékosok, úgyhogy kezdhetünk is. Én nem vagyok benne a... Nem vagy még benne? Nope. Elindult közben, már nem tudtak beinválni. Nem baj, akkor nézem élőbe. Jó, és akkor a következőt már tudsz jönni. Bocsi, nem figyeltem. De semmi gond, hát nézem Twitch-en aztán. Ez ugyanaz. Vagy van valami delay-ünk? Nincs. Ó, tökéletes. Oké, akkor a bal felső sarokban Reapert lehet látni kék színben, Terranként. A jobb alsó sarokban pedig narancssárga színben Breach-et, szintén Terranként. Kérdés lesz, hogy mindketten a standard Helion Reaper kezdésre mennek-e majd rá itt az elején. Igen, megmondom őszintén, Breach-nek még nem sok meccsét láttam, úgyhogy nem tudom, hogy milyen a stílusa. Egy DVD-re nem lesz elég fél óra. Ja, hát lehet. Mondjuk az már, hogyha hosszú meccs, az már nagyon jó itt Reapernek, mert tényleg van jelenleg MMR különbség a két játékos között, úgyhogy... Reméljük meglepnek minket, és nem a papírforma. Majd jön a Tank Marine. Egyelőre úgy nézem, hogy... Nem. Breach nem standard dupla gázosan kezdett, még Reaper igen. Igen, és Breach el is megy scoutolni, úgyhogy valószínűleg meg fogja látni.
hogy két gázzal kezd Reaper. Ó, megy egy kis eszivihárasz. Igen, Reaper teljesen a megszakadt build-et tolja. Bridge az a helyzet, hogy nem látta a második gázt. City First lesz. Ja nem, Reaper Expand. Nem, egy gáz se látott igazából, az igazság. Ja. Hát egyre gondolom, hogy számít, mert lekerült a Factory. Igen. Nem, ebből tudhatta, hogy két gáz van, mert ugye ilyen gyorsan ja, jogos, a Factory-t rakni egyből barak után, hogyha... De hogyha skipeld a Reaper-t, akkor lejön, nem? Hogyha a Marine First lesz. Mondjuk az igaz, így van. És azt nem látta, hogy mi jön először. És átküldi a Reaper-t. Az megint egy érdekes választás. TVT-ben nem sokszor látni, hogy egy Reaper-t átküldnek a pályán. Ha csak nem mostanában változott valami, igen, amivel nem tudok. Igen, menni. A Reaper-i az első hit. Mindjárt kijön hozzá a Helion meg a második Reaper. Brishel meg már készül a barakkon a reaktor. Most fog elkészülni a Factory. És bunkerrel fog védekezni Breach, nagy látom. Hát ugye ez a Helionok ellen még jó is lehet, de a Reaperok ugye hátul föl tudnak ugrálni. Igen, ugye Reaper az még nem kezdte el készíteni a Command Centert. Brishnek meg már készen van, és már alakítja át Orbital Commandával, amit már szed is róla. Úgyhogy ugye kellene valamit harassolni, el kéne vinni a pár SCV-t, de valószínűleg nem fog tudni kárt okozni Reaper itt. Hát ha csak Mining Time-ot tud akadályozni, az se lenne rossz. Ugye amit most csinál például. Ó, mondjuk ezek a Reaper Jump-ok. Közben Reaper oldaláról, ahogy nézem, jön egy Crow Banshee. Nem. Ezeket az egységeket el is veszti. Kérdés, hogy mennyit tud magával vinni? Hát nem sokat. Hát ebben a formában nem igazán érte meg ez a trade. Egy Marine, egy SCV, két, három Reaperért? Igen, és meg csak most fogja lerakni a második Command Center. Közben meg átmegy egy Banshee-vel harassolni. Túl oldalra, aminek mindjárt elkészül a klókja. Valamint ugye még egy Banshee fog csatlakozni hozzá. Itt a Mike nem látja Breach, úgyhogy el is vesz itt egy Reaper-t. Reaper, meg ugye a Mike-t. És még egy kis scout információt szerez. Ugye látta a Cyclone-t. Igen, aki megy is át. És lehet, hogy meg... Vagyis a Helion megy át, és itt lehet meg fogja jönni ezt az SCV-t, ami épít a Command Center-t. Közben ideért Reaper-nek a Banshee-je. Bridge közben haza is megy a Helionnal. Kérdés, hogy mennyire figyel Reaper? Semennyire. Igen, jelenleg Bridge ugye 5 worker előnyben van ugye ezzel, hogy előbb rakta a Command Center-t. Jönni fog közben Reapernek a második Banshee-je. Ó, közben Rebe azt írja, hogy át szokták küldeni az első Reapert, akkor én tudtam rosszul. Előfordul. 4, 2, 3. Itt már kár menekülni. Ilyenkor jobban tesz, hogyha fókuszálja az SCV-ket, és még halál előtt hát, ha valamit elvisz magával. Igen, nem is nagyon szoktak ugye TVT-be Banshee-t hozni. Legalábbis viszonylag ritka. TVZ-be. Sokkal gyakoribb ugye a Roach haraszok ellen. Igen, mert már nagyon sokan rámentek, hogy alapból kihoznak egy Cyclone-t, meg egy Raven-t ugye TVT-be. De így igaz. Ilyen biztonságiból, és utána hoznak Tank Marint, vagy a Medivacot, vagy Vikinget. Ez az első, ez általában a leggyakoribb, hogy hoznak egy Cyclone-t, meg egy Raven-t, így gyakorlatilag nem igazán lehet. Hát így megfogják az early egyes droppokat, meg ugye Banshee ilyesmi haraszokat, ami teljesen jó. Igen, és Breach ugye szintén kirakta most már a harmadik Command Centerét, Reapernél pedig még nem készül.
úgyhogy folyamatos lemaradásban van, a naturálja is ugye még egyáltalán nincs szaturálva. Mondjuk a breach-et nézzük, akkor kb. Két base-re elegendő workere van neki is. Igen, 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 neki is kb. Egy full szaturált másodikja van. Ha úgy nézzük. És írva látom, hogy próbáltad a emotikonokat, ugye itt a minerálból lent, amit lehet gyűjteni csatornapontot, a csatorna nézésével gyakorlatilag ezzel ki lehet váltani ugye ezeket a, igen, ezeket az emoikat. Ugye a HST-s az most ellenőrzés alatt van. Ja igen, és amiket beírtok chatbe gyakorlatilag, emlék azokat itt látjátok is lent a StarCraft logónak. Lehet közbe szurkolni. Ó, egy kis tankvarin push jön a breach oldaláról. Igen, elég jó breach-ek a map kontrollja. Szavazásról nem volt szavazás még, Siro? Még nem volt szavazás. Legyen? Best feature. Tessék? Best feature, azt mondja. Milyen szavazás? Bloody, please, no. Közben egy egyes Steam-es timing jön breach oldaláról, kíváncsi leszek. A harmadik, potenciális harmadik, mi az Command Center támadná, ami igen, ugye nem létezik. Igen, és elkerülik egymást, nem? Most Reaper meglátta, hogy innen oldalról jön, vagyis nem tudom, hogy meglátta, nem vette észre. Igen, mert itt ugye beleszaladt az armiába, de nem. Úgy látom, hogy nem érdekli. Nem csak lassan reagált. Úgy néz ki, hogy visszafordul, és inkább flankel egyet. Ami még jó is lehet. Igen, itt igazából nem igazán tudta eldönteni, hogy mit akar csinálni. Ugye most a fél armiával visszamegy védekezni, hát ha tovább jön ez a támadás, a másik felével megpróbál majd itt betámadni. De ugye breach is az utánpótlást itt gyűjti, és most fogja meglátni, igen, hogy próbál kiexpelni. Breach-ek itt ugye nagyobb armia van, nagyon sok a marin, ugye ezen át fog tudni menni, hiába siege-eltek le előbb azok a tankok. Sajnos a High Ground Vision és a Marine többség. És közben visszajött a maradék armia is. Hát ugye eléggé előnyben van, 25 army supply-ja, és majdnem 20 worker supply-ja előnyben van. Igen, Reach. Igen. Hát ugye Reapernek még csak nemrég került le a harmadik CC-je. És most már rak egy negyediket is. Oversaturált már a bázis, mert ugye kiszedte a minerálokat. Nagyon késelyek voltak ezek a command centerek, jóval előbb le lehet rakni igazából. Főleg, hogyha deríted és látod a másikat is, hogy gyakorlatilag ő is expel. Ez bele fog szaladni ez a két medivak az armiba, és két full medivakat el is vesz itt. Így hát igaz. Reaper gyakorlatilag nagyon szomorú, és itt a vége. Na, szerintem ennek itt a vége. Csak a kérdés, hogy a Reaper fel fogja ismerni, hogy túl nagy hátrány van ahhoz, hogy ebből felálljon. Vagy kiszígyel pár tankot és megvárjuk, amíg történik valami. Igen, Cerka Fénykasz, én vagyok az egyik kaszter. Hol van a... Volt még egy command center, vagy azt leszett? Cancel-te. Ja, cancel-te, oké. Okay. Ja, mert ugye vártam, hogy mikor készül el, és most látom, hogy nem. Mondjuk, hogy miért cancel-te, azt nem tudom. Én sem, nem igazán értem. Nem azon múlott volna, hogy megfogja azt a támadást, vagy nem. Ó, oh, igen, Bakó. Én kasztol nem rej. Igazad van. nem ő, én. Hát ezek a félreértések itt a csatában. Igen, és két oldalról megy breach, ugye Reaper ez látja, próbálja lereagálni mind a két irányba. Nagyon jók a tankpozik.
elérik a Command Center-t is, és a tankok azok pont nem érik el Reaper tankjai. Úgyhogy két hát az a helyzet, hogy mai napon nem lennék Reapernek az marinja. Innes valószínűleg be is fogja tudni fejezni, itt hatalmas armén még át a mapon Bridge-ra. Nem szígyelte. Gyakorlatilag. Még hogyha ezt a támadást megfog, már nem lenne már esély. GG! Igen. Ez érthető volt. Bridge nyerte az első meccset. Hajrá, Winter! Oké, és most akkor behívlak. Pillanat. Oké. Lightshade lesz a következő map. Kedvenc mappom. Igen? Szereted ezt a mapot? Igen, igen. Ebben a szezonban ez a kedvenc mappom. Majdnem minden folyat tökéletesen lehet rajta játszani. Oké, készen is állnak a játékosok, úgyhogy indul is a második meccs. Ritkán jön ki így, hogy 4 batchből 3 mirror meccs amúgy. Igen, igen. Nem a kedvencem a TVT. Őszintén a TVT nekem sem a... Játszani szeretek TVT-t. Mennem kell, átadom addig a kamerát. Rendben, rendben. Ki kell nyitnom az ajtót pillanat. Csak nyugodtan. És akkor a bal felső sarokban kék színekben Reapert láthatjuk az Airclamp-ból, még a jobb alsó sarokban narancssárga színekben Breach-et a Wildclamp-ból. Na hát ugye az előző meccsen nagyon szépen láthattuk, hogy mi az előnye, milyen hátrányai vannak a kezdéseknek, illetve hogy nyilván csak akkor éri meg ez a Reaper Hellion, hogyha tényleg el is tudsz vele vinni valamit. Egy sor ránézésem mindkettő játékos pontosan ugyanúgy fog kezdeni. Reaper megcsinálta a dipót, készül a gáz. Még ugye Breach-t a dipó, barak és utána gáz. Valószínűleg szintén Reaper expanddal. Megy a Scout SCV. Még ugye a Reaper oldaláról épül a második gáz. Egy kis SCV harasz. Hajjaj. És ki is hozza azt az SCV-t, természetesen Breach. Leon is az OCC. Mindkét oldalról, most majdnem egyszerre. Egy kicsi lemaradás van csak Reapernek nyilván a dupla gáz miatt. Lejön a Factory, még a másik oldalról a CC. Úgyhogy egyelőre teljesen ugyanazt fogjuk látni, mint az előző game-ben. Kérdés, hogy ugyanaz lesz a végkifejlet is. Itt is vagyok, sziasztok! Üdv újra közöttünk! Bocs, csak csengettek, és ki kell nyitnom az ajtót. Csak... nyugodt. Breach jön egy SCV plusz egy Reaperrel. Igen, és be is jött, mert ugye a Reaper az SCV-től. Igen, igen. Valószínűleg csak egy hitet kapott az a Reaper. És így meg is fog ölni két SCV-t. És egy Reaper-t is. Négy és egy SCV-t és egy Reaper. Ja, igen. Igen, igen, igen. So far so good, amúgy minden ugyanúgy történik, mint ez az előző game-ben történt. Tehát nem maradt el le semmiről. Annyi szóval különbséggel, hogy... ezt a build-et tolja. Igen, igen, igen. Valamint Reaper is, igen, látom.
Csak nem hoz annyi Helion meg Reaper, hanem korábban switch-el. Hát valószínűleg gondolom, hogy hívják, hogy szeretne Cyclone-t. Nem, Tank First. Ha. Akkor egy korai tankus lesz talán. Igen, én is arra gondolok. Szinte megvan, tetszik ez a kezdés, amit Bridge csinál. Ekonomilag jobban jön ki. És egy kis agresszívan is tudott játszani. Igen, és gyakorlatilag ezt a standard kezdést lehet vele fogni, amúgy, hogyha ügyes vagy. Elég biztonságosnak tűnik. Tank és utána Cyclone. Talán elindul ezzel a 6 marinnal, vagy mi, 4 marinnal, meg a tankkal. Nem. Így tovább ment a Helion, nem tudom miért nem segített annak a Reapernek. És megy is a drop. 4 marinnal igen, és 1 tankkal, közben feljött Fishnek a Reapere. Reapernek meg a Helionja. És egy eszű is került megölni ezzel a Helionnal. Az előbb épült egy Cyclone Bridge oldalára, az le lett cserélve tankra? Láttam. Nem, itt van kint egy Cyclone. Reapernek kevés lesz. Ő nem tudom, visszavonta, nem néztem a Command Center. Nem, elvesztettem. Én úgy láttam, hogy elvesztettem. De Unit Loss-ban megnézed... Vagy mi? Nem Unit Loss-ban. Most jelleg egál. Hát, őszintén nem tudom. Lehet, hogy cancel-e. Mert nem vesztett olyan sokat. Mert 9 unitot vesztette, és csak 900 resource-nyit. Úgyhogy lehet, hogy mégis cancel-e. Igen, Reaper úgy nézem, teljesen ugyanezt a buildet csinálja, mint az előző meccsem. Csak most nincs annyira lemaradva. Nincs ja igen, időben. Ugye az előbb gyakorlatilag elég sok egységet kihozott az elején, és nem tudott vele kárt tenni, úgyhogy... jobban is tette, hogy most lesz kihagyta azt a lépést. Most fogja elkezdeni építeni ezt a CC-t. Ugye Breach kicsit szétszpredeli a marinjait, hogy lássa, hát ha jön a drop. Breach-ek meg már mindjárt elkészül. És tehát mindjárt elkészül a harmadik, és mellem igen, van a és negyedik. Igen, már lerakta a negyediket is, így van. Nem tudom, ez a scan egy kicsit korai volt szerintem. Olyan semmit mondó. Már átállítottam, kijavítottam. Ez szerintem ilyen örök lesz nálam, hogy mindig elfelejtem. Igen, teljesen. Amúgy most tartják magukat limitbe. Workerbe sincs akkora különbség, Army Supply-ba teljesen egyenlőek. Most a Command Center sincs nagyon lemaradva, mert gyakorlatilag az Orbital elkészült Breach-nek most se bül ki, és mindjárt kész a CC Reapernek is. Most a Reaper te észrevetted a Fusion Core-t? Nem. Mert épül az első Battle Cruiser Breach részéről. Ja igen, most látom. Ezt valahogy teljesen sikerült skippelnem, hogy lekerült egy Fusion Core. A Liberator az még jó szolgálatot tehet. Kérdés, hogy... Scannel Reaper még mielőtt bemegy. Az a... A Liberator pozi az ott nem... Hát, meg elég sok vikinget is elvesztett.
Nem, nagyon jó, amúgy nagyon jó, ahogy Breach védekezik, nagyon szépen felállt a körbe. Ugye nehéz lett volna. Amikor így nagyon szét van szorva a védelmi van, akkor jobb oldalirányból a szélét megkezdene amúgy. Igen, igen, pont sokkal jobb lett volna, hogy mondjuk először csak ezt a tankot pusholja be Liberatorra, és akkor ugye nem szállít, ugye gyakorlatilag belement a csapdába Reaper, amit itt Breach terakott. Hát, hogy meg el tudnék képzelni. Hát igen, így ez volt ténylegesen a lehető legrosszabb. Vagy alulról kellett volna teljesen a két tank felüli oldalon, hogyha sikerül rászígyelni ugye mindkettőre, vagy ahonnan most próbált nemrég, csak már későn, ugye? Igen, és nem figyelj, gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint a csata előtt. Most rakta még csak ki a command centert, és akkor alakítja át Torbitál command, de ugye ezt meg lehetett volna csinálni még azelőtt, mielőtt elmegy a csatába, és akkor ugye ezt már lehetne tölteni. Ez bejön a dupla NGB plusz egy armory Reaper-től, illetve egy Macfield Accelerator. A Battlecruiser-t még nem látta szerintem Reaper. De látta. Látta? Igen, valószínűleg azért készül a Macfield Accelerator, igen. Hívjuk csak Cyclone Upgrade-nek. Breach-ek nincsen SCV a naturáján. Mindet áthúzta, vagy? Hó. Oh. Jaj, mert hogy négy víz... Há... Igen, most igen, valószínűleg a negyediket. Amíg Reaper... Valószínűleg az történt, készül, hogy lehúzta. Mert nagyon gáz heavy-re sikerült a build. Ugye a Battlecruiser-ek miatt. Reaper végig szkennelte a bézeket, hogy hol mennyi termel. Breach sem játszik most túl agresszívan, ugye itt el védekezik, építkezik, gyakorlatilag még nem próbálkozott semmivel. Igen, igen, szerintem kicsit ilyen megkesen játszik most, föltekeli magát, aztán majd ha kész van, akkor elindul. Hoppá, itt veszített egy Liberator egy tankot. Igen, de a másodikat már nem bírt elvinni. Most kezdj el készíteni Reaper a negyedik bézét. Viszont SCV számba majdnem ugyanott tartanak. Igen, most annyi, hogy Breach-nek sokkal jobb a magfizsönje. Igen, mert Breach nem folyamatos az SCV gyártás, szóval elég sok üres járat van, amikor egy járatban hoz. Már egy jó ideje, ugye elég korán kiment, kirakta, vagy elkészült a négy, most már ugye itt van a main base-en egy ötödik, és gyakorlatilag a mule-okkal szed inkább. Igen, mert folyamatosan pusolja ki a Battlecruiser-eket, és nem jut minerál SCV-kre. Tehát ha azt nézed, neki van három Battlecruiser. Igen. Mondjuk, hogy most éppen miért nem készül SCV, most van, lenne rá pénz. Igen, nem, elég sok az üres járt, már jó ideje nem csinál gyakorlatilag. Lehet, hogy nem akar följebb menni SCV számba. Lehet amúgy. Mennyinél van? 64. Hát végülis az egy egészséges mennyiség. És úgy néz ki, meg is indul. Igen, már ideje volt mondhatni. Reaper nem is látja itt a main armit. Sehol sem, de most ezt a tankot meglátta, hogy ebbe az irányba megy. Készre is vette, úgyhogy bekészül. Oda is húzza. Az a pár Cyclone, az még jó lehet. Hogyha nem veszik én az összeset, fölöslegesen. Mire ment a Yamato? Nem láttam. Tankra? Egy tankra, aha. Ugye egy tank volt ott a környéken. Ó, anti-armor missile. Nagyon szépen lefette az összes... Ugye Reapernek egyes armorja van. Megve. Hát tényleg. Viszont, hogyha elvetett a vikingeket elveszti, akkor itt legyen a vége is. Igen, ezt nem fogja tudni megtenni. És kis gigizik. Pont fél óra. Mi a kő? Igen, betartották az időt. Hát GG mind a két játékosnak. Egy kis TBT. Az mindig jó. Igen, és jön a következő Mirror match. Zerg versus Zerg.
Cerkov versus Cheese. Mind a kettő játékos Diamond 1-es játékos. 4026 MMR van Cerkovnak, valamint Cheese-nek van 3875 MMR-je. Gyakorlatilag a, ők az A csoportban vannak, és csak egy helyezése vannak egymástól. Ugye Cerkov 3 pontot hozott el az első fordulóban, amíg Cheese 1-et kikapott, úgyhogy így csak 2 pontja van. Úgyhogy így Cerkov a 4. helyen van, Cheese pedig az 5. helyen. Úgyhogy ez egy elég izgi meccs lehet. Igen, igen. És az övizé az egyik kedvenc meccsapom. Ha nézni kell, játszani nem szeretem annyira. Oké, és akkor át is írom, hogy Bridge 2-0-ra nyerte az első meccset. És közben írok a játékosoknak, hogy... Inveljenek be, csinálják meg akkor a lobbit. Írt Cerkov délután a vétó már megvolt, úgyhogy már csak pikkelni kell a mapot, amelyiken akarnak játszani. Most nézem a SC2 replay-t, tehát ez egy kicsit érdekeset ír, hogy én nyertem. Most nézem én is. Teljesen jó. Meg is van, és az első map a Detaura lesz. Oh. Ismételtem. Egy kis... régi. Küldöm az invet. Valamint Cheese kell még. Nincs benne. Ja, itt a játékosoktól annyit szeretnék kérni, hogy van egy ilyen magyar StarCraft bajnokság channel. Arra mindenki jelentkezzen be. Ugye itt a chatnél kell beírni gyakorlatilag egy per join, és magyar StarCraft bajnokság ékezetek nélkül, egybe szóköz nélkül, kisbetűvel. És akkor könnyebb így összehozni a lobbikat. Ja. Megjöttek a játékosok. Igen, igen, csak egy örre te játszol a Cerkovval. Most én. Ja, igen, oké. Okay. Na, így jó. Került. Rád sárga és rúzsa szín. Yes. Oké, okay, mindenki ready, úgyhogy akkor indul is. Mai második mérkőzés. Bal felső sarokban az Ancient Regime Clanból Cerkov, narancssárga színben Zergel, és a jobb alsó sarokban pedig Cheese, rózsaszín színben szintén Zergel. Cheese-nek nem igazán tudom, én nem ismerem a játékát, ugye se játszott a HST1-be. Olyan a játék stílusa, mint ahogy amire a neve utal? Hát én az első meccsen úgy emlékszem, hogy nem volt semmi túl komoly, csak egy standard game. És ja, egyre úgy nézem, hogy most is. Igen, igen, igen. Akkor ez lehet, hogy ezzel csak próbálj elrettönteni az ellenfeleit. Hoppa, igen, megy is expelni, viszont Cerkovnál meg spawning pool készül gázzal. Úgyhogy ő most egy ilyen agresszíva play-t akar játszani. Azt viszont nem figyeltem, hogy 12 pool volt, vagy... Nem. Vagy csak simán pull first. Nem tudom pontosan, szerintem csak pull first volt amúgy. Szerintem is, legalábbis a drone campból. Úgy néz ki. És most rakta le Cheese a spawning pool-t, most készült el a gáz. És ugye még egyik játékos sem sejt semmit, hogy mit hoz a másik. Igen, amúgy zövőzőben nagyon sok játékos ugye pull first-től. Pont azért, mert így az első hatlinggel
ha az ellenfeled hedgefirst-től, akkor el tudod kapni akár a Quint, vagy egy-két drónt. Meg amúgy is csípni. Biztonságos, szóval az ilyen... Persze, abszolút. ...aggression ellen, és annyira nem kerülsz át meg, hogy gyakorlatilag szerintem. De mégis, hogyha van, jön hát valami olin, ugye... akkor azt meg lehet fogni vele. Hát, vagy esetleg, vagy akár egy... Protoss ellen, Kennerás ellen, és... Tehát én személy szerint Protoss ellen is nagyon szeretek pufferstelni. De viszont van, aki három hatch-re kezd. És egy early roach varen is érkezik. Az viszont egy kicsit szokatlan. Ja, ez elég korai. Átküldi a négy linget. Mind a hatot átküldi, vagy csak négyet? Mind a hatot át... Nem, csak a négyet küldi át. Igen, hogy Cheese meglátta Overlord, de Cerkov próbálja leszedni ezzel a Quinn, lesz az Overlord, de ugye el fog tudni menekülni Overlordot. És mindjárt odaérnek Cerkovnak a lingei. És látni fogja, hogy mire készül. Cheese Bailing Nestet rak. Az egy érthető választás. Ugye, amiben nem látta még a rócsvarend. Igen, ő még nem látta a rócsvarend. És lehet, hogy pont is ez volt ugye Cerkovnak a célja, hogy ezt forszolja ki Cheese-ből. Megmutatta a lingeket, hogy lekerüljön a Bain-nest, és utána rámegy rócsokra. Hogyha tényleg ez volt a cél, akkor ez nagyon 200 IQ, és nagyon tetszik. Csak most nem kéne megmutatni a rócsokat. Köszik, abba vettem, mert beállítottam. De a pontokat nem írtad be. Mert nincs. Ja, mert nincs. Jó. 0-0 még, csak ez az első, mert... Igen, igen, igen. Közben leesett. Ó, a slow rócsuk azért. Szépen lassacskán mennek át, és igen, igen észre vette és ugye. Igen, és meg is fogja látni. Cheese. Kérdez, már látta a rócsukat, ezt... Cheese? Ja, hogy elindult. Egy overlorddal. Ja, igen, igen, igen. Kíváncsi vagyok, hogy most mit fog tenni, ugye készül egy spine, lehozza a béneket. Nem tudom, ez egyelőre kevés. Hozza a béneket, hoz még linget. Kérdés, hogy a béneket fognak egyáltalán. Készült. Ez itt így nagyon kevés arra jelenleg Cheese-nek. Sőt, egy pár jó baning connection, ne a rócsokba robbanj fele. Pedig fele robbantotta. Hát ez így GG. Ennek itt a vége. Úgyhogy a cheese-t becsízelték. Igen. Kis rócs, a búz. GG. Az első. GG. Hát ez gyors vacs volt. Ők nem fogják valószínűleg akkor megtartani a 30 percet. Bárki tudja még. Most jön egy splitmappos atommagrós zergi game. Legalábbis én élvezném. Oké, akkor várom az invet a következő meccsre. Közben én meg majdnem lerántottam a monitoromat. Ez jó lett volna. Ja, közben látom, Bladi, kérdezted a MMR-t, ugye itt kiraktam a meccset, csak mondtam látod szerintem. Meg ugye nem a friss MMR volt kirakva. Hát ez a ma délelőtt, ami volt a táblázat, hát, gyakorlatilag. Nem tudom, hogy abba, ott... amit kirakott, 4100-on van Cerkov, és 3800-on Cheese. Aha, szóval az egyik fejlődött, az ott a másik meg vissza. Igen, igen. Okay. Hát van változás, egy pici ilyen hullám mindenkinek persze. A merjéből, úgyhogy... Hú, az enyémben akkor a hullámban. Már-már apánynak is hívhatnánk. Romanticide a második. Azt is szerettem. Ezen a mappon kifejezetten szeretek zergezni. Ja, egy hetes volt az az MMR, amit én beraktam, mert ugye kap a vasárnaponként visíti, szóval még a múlt vasárnapi
MMR volt, én meg ugye nem voltam itthon egész nap, úgyhogy reggel frissítettem le így az adatokat a játékosokról, hogy estére már ne kelljen vele foglalkozni, mire készül, mire kezdődik a stream. Cerko feltűnt. Jaj, nem party. Idiot. De közben Cheese is kilépett. Igen, igen. Rossz apot választottak, mit? Vagy? Mi történt? Kilépem én is. Submarine lesz, aha, igen, valószínűleg rossz. Ó, oh, rossz map, jajaja. Igen, rossz mapot kreált. Valószínűleg úgy volt a vét után, hogy vagy ez aztán. Akkor már csak Cheese kell. Igen, de Cheese meg benne van. Azt írta nekem az előbb egy másikba, lehet még az előző lobbiba. Az lehetséges. Jó, most jó lesz. Na, most jó, oké. Okay. Csak magadat kell átpakolnod. Úgy. Ó, most világos kék lesz Cheese. Mindenki ready? Oké. Okay. És akkor indul is a második meccs. Jó, most azért nem is beszélek olyan sokat, egy kicsit megfájdult a torkom, megfáztam szerintem a héten. Elég nehéz, amire esik, hamar kiszárad a torkom is fáj. Így jár el valami töményet. Igen, iszok is egy kicsit. Na tehát a jobb alsó sarokban, narancsek a színekben az Arklandból Cerkofot láthatjuk. Még ugye a bal felső sarokban Peel, azaz világos kék színekben Cheese-t. Senki nem rakott még pult. Fura. Nem is igazi zergek. Azt hittem Cheese, hogy most agresszívabban fog kezdeni az előző miatt, az előző meccs miatt. Ne, igen, igen, ez... az előbb, de amúgy teljesen egy időben rakták a hatcherit, úgyhogy egyelőre ugyanazt láthatjuk mind a két oldalon. Meg ugye Cerkoftól is arra számítottam, hogy megint pull first-ölni fog, pont azért, mert hogy az előbb pull first-ölt, és azt hiszi, hogy pull first-ölni fog. Cheese. Ja igen, úgyhogy már mennek a mind game-ek. Ha. Azt aztán kidöntött úgy, hogy ez a pool oda kell, hogy kerüljön. Cheese már ugye szedi a gázt. Cerkofnál most készült el. Minimális különbség van. A pool azt nézem, hogy egyszerre fog elkészülni. Igen, érdekes, hogy valamilyen nem jött ki, mert ugyanannyi workerem vannak, nagyjából a bank is. Csak szerintem annyi volt a különbség, hogy... kezdte eszedni a gázt egy 36 gáznyival. Igen, igen, hogy szerintem Cheese, hogy hívják, lerakta az assimilátort, és csak utána a pult, ugye Cerkov megfordítva. Uh-huh. Lehetett a különbség. Készül a két queen mind a két oldalon. Ugye Cheese le is húzta már a workeröket. A gázról. És jön a meta boost. Még Cerkov nem húzta le. Ja, azt írja Bako, hogy nagyon korán rakta Cheese a gázt. Nem egyszerre rakta a pullal? Lehet, hogy én láttam akkor rosszul. És mind a két oldalon elég nagy mennyiségű link jön. Készül közben a speedlink fejlesztés, és Cerkov. Húha, az egy nagyon greedy harmadik hatch. Igen, ez itt sokba kerülhet így Cheese-nek.
Ja, igen. Ingyen van. Hogyha ugye bérre mész, akkor nem szoktuk lehúzni. Ám bár, hogyha három hegyse akarsz fölmenni és utána bénezni, akkor leszokták húzni és utána visszarakni. Ha. De így, hogy straight up bénre megy, így egyértelmű volt, hogy kell a sok gáz. Kizáját, hogy megvédeni magát, elindult a túloldalra. Ugye itt visszavonta ezt a hatcherit. Viszont lesz otthon, mi védjen? A Queen-nel és az utánpótlásra próbál védekezni. Elég is lesz, hogy elkészül az a két bénling. Igen, három szemtront töltek meg a bénlingek. És szerint meg nagyon igen, igen, ez várható volt. Ott elveszítettük az úgy, összes létező. Meg is állt, ugye pont nem odafigyelt. Úgyhogy Cerkov nyerte 2-0. Hát ez nagyon gyorsak, nagyon gyorsak voltak ezek a meccsek, úgyhogy GG Cerkov. Hát ez a baj ugye, hogy Cheese nem GG-zik ki, akkor is valószínűleg itt lett volna a meccs vége. Igen, igen, igen. Hát ez meg lehetett volna hozzá, de megfordítani nagyon nehéz lett volna a meccs kimenetelét. Oké, akkor át is írom. Cerkov Cheese 2-0. Oké, 47 van, most annyi a kérdés, hogy olyan készen áll a következő két játékosunk, Mostyn Freeman, tudnak-e ja, ugye Mostyn Freeman. Mert gyakorlatilag, ugye egészre illetve van írva. Kérdés, hogy PS itt van-e? Nem, PS most közben írt nekem Discordon, hogy nem biztos, hogy Rejnek nem lesz bukkemje. Mivel a TSL-en Maru fog játszani. Igen, és ezt mindenki már akarja nézni. Lehet, hogy PS nem fog csatlakozni, mert majd meglátjuk. Majd leprókasztoljuk mi. Nem lesz itt gond. Oké, okay, Freeman megtaláltam. Meccsbe van. Hó, Pako, hogy miért nem lesz bubkemen? Mert maradandó testi károsodást nem akarok okozni senkinek. Mármint, hogy lelki. Testi? Azt se. Mostent a szem látok. Nem látom sehol. Mostent. Mostent meg én se. Igen, úgyhogy... Freeman in-game van. De Mostent nem látom én se. Ja, amíg nincsenek meg a játékosok, addig akkor meg is mutatnám. Mi lesz a következő meccs? Mostent Freeman ellen. Mind a kettő Master 1-es játékos, mind a kettő volt már Grandmaster többször is. Mosternek jelenleg, hát a múlt hét vasárnapi állás szerint 5367 MMR-je van, Freemannek meg 5591, de jó fej leszek és megmondom a pontosat. Én is azon gondolkoztam, hogy megnézem Mostern, gyors. Mostern 5367 még mindig. Freeman 5572. Jaja, nem sokat változott se. Nem igazán változott, igen, szerintem egyikük sem játszott sokat a héten. Igen. Kettőjük első osztály, jó játékos. Freeman 6 meccset játszott, szerencsétlen. Abban 5-öt vesztett. Ja igen, ugye ez van, amikor egy időt kihagysz és nem gyakorolsz folyamatosan. Nehéz visszarázódni. Itt látjátok jelenleg az első osztályt, Freeman most a negyedik. Ugye egy meccset játszott, azt a meccset meg is nyerte 2-0-ra. Úgyhogy 3 pontot szerzett, Mostyn pedig még nem is játszott. Hó. Tehát akkor ez az első körös? Igen, mert Freeman ugye szerintem már lejátszott a második körét, Mostyn meg gondolom halasztott, és ez még az első meccsük lesz, de mindjárt meg is nézem, hogy hogy áll, vagy hogy mi volt. Egy kis magas szintű videójáték. Nem, Mostyn Solip lett elhalasztva, ők játszottak volna első fordulóba, és ugye ez már második fordulós meccs Freeman ellen. Ugye ezért nincsen pontja még. Ja, Solip lebetegedett. Igen, írja is kapba, hogy... hogy mi történt. Az bíz kellemetlen. T
Te láttad a PS Cheezer Girl meccset? Fél szemmel. És ott mi történt? Mert láttam, hogy Cheezer Girl elhozott egy pontot. Az a baj, hogy nálam ilyen technikai problémák voltak, és nem tudtam rendesen nézni, úgyhogy nem nagyon tudok róla beszámolni. Á, szomorú. Pedig arra nagyon kíváncsi lettem volna, még nem volt időm sajnos visszanézni a meccseket. Majd holnap bemmeló helyen. Ja. Közben nézem, még nem jöttek meg. Freeman, végzett már. Tehát ő már itt van. Ja nem, megint ingyen van. Igen, ilyet is, csak azt mondja, hogy Mostent még nem látja, úgyhogy addig ugye gondolom ki sem lép. Most írja Bakó, hogy első meccsen greedy volt, PS azért vesztett. Uh-huh. És a harmadik, negyediket megnyerte. Igen, Mostem pontos ezek szerint, még 8 perce van jönni. Ó, hogy Antonia volt greedy. Aha, nem büntette meg, aha. És így be is jött a makró. Ennyi, easy. Pot of Greed, húzott kettőt ingyen. Tegye fel a kezét, aki értette a referenciát. Hát ez nagyon szomorú, hogyha senki. Ja, hát még gyakorlatilag 7 perc van, addig tartunk egy nagyon rövid szünetet. És akkor amint megjöttek a játékosok, meg folytatjuk, hogy a stream addig live lesz, és mindjárt visszatérünk.
Na, közben meg is jött Mosten, úgyhogy már inveltem is. Nem tudom, hogy megvan-e már a mapvétójuk. Remélem, hamarosan tudunk is kezdeni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen gémek lesznek. Remélem kis izgalmas makrógémek. Főként azért, mert nagyon béna vagyok a PvZ late game-ben, úgyhogy most Freemelt elleshetnék pár dolgot. Ja. Igen, tőle lehet tanulni. Mert értem én, hogy lehet Hydra, Viper, Corruptor infestorozni, csak... Ja. Az nem megy. Na, oké, itt van mindenki. Most már tényleg Freeman is abbahagyta a játékot. Jaj, pedig írtam, de... Még nem vétoztak. Még. De Faurát nem fog látni, meg Submarine se. Shockside. Two base Terran. Even if you're Maru, you're simply not turning that around. Igen, azt hiszem, hogy a TS elmegy, úgyhogy azt nézi szerintem PS. Már csak egy Juggernaut a bank el, és akkor full standard mapjaink lesznek. De nem hiszem, hogy most egy Juggernaut-ed van a... Ez túl jó map Protossnak. Látom, Bloody mindenkinek szurkol. Jaj, hát Bloody mindig. Nem tud választani. Nem, Winternek szurkol, ennyi. És Lightshade lesz a... utolsó bannolt map. Mindjárt percek kérdése, meg is van, Romanticide lesz. A Romanticide. Egy romi map. Ha-ha. Most volt a Bjorn Sterál meccs is, nem? Igen, igen, szerintem igen. Nem tudom, mi lett az eredménye. Én sem. De ne spoilerezz, hát ha itt a chaten valaki már akarja nézni ezt is. Én sem láttam. Úgyhogy... Ja, most megy, most írja Koi. Most megy. Ja, oké. Szegény ilyen, nem sokan nézhetik most így, hogy most megy a HST is. Hát ez az. Üres lehet a TSL csatorna. És a stadion is. Ilyen történelmi meccseket láthatunk, hogy Mosten versus Freeman, kit érdekes Szerál, meg Bjorn. Igen, igen. Már is kezdtünk a kis szünet után. Jobb alsó sarokban, Zerkránból. Freeman, Zergel, bal felső sarokban pedig az RGGU klánból Mosten, sárga színekben Protosszal. HS1-ből azt hiszem, hogy Freeman nyert, ha jól tudom.
rögtön meg is nézem közben a pontos eredményt. Most ennek ez a legjobb protoskin. Retro Nexus. Best. Kezdés, megy a scout-on. Ja, így van. Falasz közben. Freeman expel. Szerintem nem lesz semmi special taktik. Most írtak abba, hogy HT1-en 2-0-ra nyert, ugye. Igen, Freeman. Akkor jól emlékeztem. Mi meglátjuk, hogy most mostem meg tudja bosszulni ezt a vereséget. Vagy legalább egy jobb statisztikával zár. Igen, statisztikailag ugye Freemannek van több MMR-je, de ugye mostában hogy nem játszik olyan sokat. Igen, igen, pont ezért kíváncsi leszek, hogy mi lesz a vége. Megy a Mineral Harassment Mostentől. Ó, aztán elhozott egy minerált, egy pillanatra nem figyelt. Igen, a végén egyre kevesebb lesz. If someone asks me if I haven't killed any Zerg, I say yes, but they were all bad. Ezt az minerált már soha többet nem kapja vissza Freeman. Megjött közben Breach is, köszi. És GG az első meccsét. Azt hiszem, Mostentől teljesen standard. Kezdés, adapt first, nem sokára le fog kerülni a Stargate, így van. Igen, és ide rakja a harmadikat, mert ugye ott próbálta megkésleltetni a probe. Összintén én jobban preferálom ezt a pozíciót, amikor Zergről van szó. Igen, ezt a külsőt? Igen. Miket elég nyitottak a területek amúgy, úgyhogy talán Zernek jobb lehet. Nem szorul be. Meg sokkal könnyebb agresszívan terjeszteni a creepet amúgy. Közben megjött Mostennek az adeptje. Stargate-tel fog kezdeni. Igen, igen, egy teljesen standard. Próbál scoutolni. Jaj, de hogy is, Bakó. Csodálatosan néz ki ez a lejtett lazanya. Igen, ugye semmi extra-t nem látnénk. Lerteket nem látott, ugye nincsenek még plusz gáz. Közben jön az első Void Ray is. Void Ray first. Mostában elég standard, ugye PvZ-ben. Igen, igen. Csak utána szoktak hozni Oracle-t is. Most kérdés, hogy dupla a Void Ray lesz, vagy lesz. Most elerektem Twilight-ot közben. És egy gyétet. De jó néz ki ez a Void Ray. Freeman-től meg készül a Spore a main base-en, valamint a Roach War-ra. Igen, Breach, ez abszolút pro liga. Naturálon ugye már három Queen védekezik. A main base-en egy Queen, meg egy Spore. Igen, nincsenek is kint Overlordok amúgy, amit leszedhetne, úgyhogy hiába kérdezik. Igen, igen. Mostan a Void Ray-ekkel. És ez mostanában a PvZ legidegesítő partja, hogy nem látsz semmit. Á, és ugye a Twilight ma már készül a adeptnek a grave fejlesztése. Egy kis printer lesz. Ezt a buildet is már sokszor láttuk, talán itt HS-t. Ó, azért csak-csak talált Mostan egy elkószárt Overlordot. Igen. Meg is büntette érte Freeman-t. Kérdés, hogy Freeman hogy fog reagálni az adapter printerre, és hogy mikor realizálja, hogy ez egy adapter printer lesz. Bár már van egy rúcsvarengje. Most ugye itt azért már négy adept állott a harmadik bázisnál. Igen, sőt, igen. Most itt lehet, hogy be is lát ide is. Igen, látta itt is, ugye a mainen is állt még pluszba kettő. Most szerintem jönnek már is a rócsok. Világos neki. Hogy eddig nem is volt az, hogy Uha. Adept print lesz. Let's a lot of adept. Mit ne mondjak.
Emlékszik, hogy két robó készül, jelenleg ugye itt az adeptekhez még nem lesz warp prism, úgyhogy gyakorlatilag otthonról jön, nincsen se proxy pylon, semmi. 12 darab adept. Kíváncsi leszek, mennyi kárt tudnak majd okozni. Biztos, uha, hogy el fognak menni pár dolgok. Egyet vittek el eddig. Egy ócsot, egy queen. Kezd sok lenni. Az még lemegy ugye a harmadik, a 12. Nagyon szépen szétosztottam mostan az ödepeket. Befutott a klingek is most ehhez, hogy azok nem tudtak megölni semmit. És jön még egy adag adept. És elvisznek még egy pint? Igen, úgy néz ki, hogy ez már nem fog megmenekülni. Nagyon-nagyon hát eredményes sem volt amúgy. 13 drón esett el, egy roach. Igen. 13 meg drón, 12 link, igen, 2 queen, 2 roach és egy spore. Az igen. El. Ez armiből eljújja. 15 adeptér. Freemannek ugye nagyobb. De ugye kijöttek ez már érthető. A dupla a robóból ugye 2 immortál. Sokára kijön a negyedik immortális. Lekerül az Observer, a jön még egy Void, és az egyes Templar Archive is megvan. A levegő egyes adtok az már megvan, igaz? Jól láttam. Nem, cancelbe lett. Nem. Mert elkezdte researcholni Monster, de akkor csak azért, hogy azt lássa Freeman, hogy valami researcholódik. Monster most berakta a charge-ot, charge fejlesztést, és lerak még 4 gitvét, Freeman pedig rámegy a spawn posztra, és készül is már 7 darab. Szavazást szeretnének a népek. Swarm 20 lesz a választás Freeman részéről. Big fan. Csak ne buktassa le magát. Nyolc darab Swarm 20 és le is bukik mind a 8. Kérdés, hogy mit fognak tudni. Arkonnal például nagyon szépen lehet fogni a Swarm hostokat. Freemannek ugye van 1300 army elménye. Gázban is elményben van. Ugye Mostan van itt, hanem védekezik. Surrender gombbal. Nem igazából a Storm Arkon az viszonylag jól fogja a Swarm hostokat. Ez ugye azért egy elég bátor engage volt. Elég bátor, igen. Közben egy expel. Most fog újra töltözni a Storm? Van már? Nincs Storm. És nem is fejleszti a Stormot még. Igen, nem is készül. Ugye hozza az arkonokat, a kettes atakot, de Stormot nem. Ezt én hibának érzem. Itt le is szedte, és hát vissza kellett vonni a Monsternek azt a negyedik bázis. Húha! Nagyon sok próbot elveszít ugye a... Az több mint 20, miatt. 25. 27. 27 lett a végén. Ez rengeteg prób. Ez egy teljes Saturni prób. Közben zillotok harassolják ugye a másik két bázisát Freemannek. Ezt le is szedik, ha jól látom. Igen, ezt a hatchet itt talán le fogja szedni, nem pont nem ér ideig jövben. Ja, pont leszette. És közben megindul Mostan. Muszáj neki, túl sok közben robot vesztett. Közben még egy zillot harassment, jobb felül. Talán egy Archon drop. De itt ugye nagyobb a serege Freemannek, ráadásul jönnek a locustok fentről.
mindenképpen menekülnie kell Monsternek. Frimmennek. Közben itt megy az illatharatlan továbbra is. Ugye nem nyilván a... Vájlok elős az a Monstern. Rócsok ellen nem jó asztalon, ez tény, ez így van Reaper, de viszont a Locustok ellen, meg a Ravicherok ellen teljesen jó asztalon. És a rócsok ellen meg ott vannak az immortálok. Igen, szavazás volt, ugye hárman szavaztak Freemanre. Köszön. Mindenki, aki szavazott, úgy gondolja, hogy ő fogja nyerni. Hát egyelőre elég jól néz ki. Not gonna lie. Ha csak az Army Supply-t nézzük már akkor is. Ugye nem fogja tudni elkapni Mostan azokat a szumosztokat, azokban nagyon sok lesz a value. Amit itt elveszít, ez Mostan szerintem véletlenül hozta be erre. Ebből az egyiket el is vesztette. Igen, droppolni készítette őket, aztán valószínűleg véletlen behúzhatta. Freeman újra 200-on van, elég nagy az Army value, és az Army Supply. Upgrade-ekben sem áll annyival jobban. Igen, és regenerálottak a Stormostok, mindjárt jön a Locustok. És itt lesz egy flank. Ja nem? Nem, megint csak ugye egy haras. Haraszalni viszi őket. És ez ott megint rengeteg. Minusz lesz. Elviszi a Nexus-t. Leviszedje a Nexus-t. Meg még egy pylont is, te úristen. Nagyon jó value-ja van Freemannek azokból a Swarmhostokból. Igen, itt láthatjátok is, hogy mit osztott, hogy mekkora a különbség. 16 darab Swarmhost van a pályán jelenleg. Ugye Mostan megint próbálkozott egy Zilotran bájjel, el is vitt 8 drónt. Közben még Freemannek a rócsai még hatott, és két oldalról fog jönni Freeman Mostanre, hátulról jönnek a Locustok, szemből a Ravagerek, Rócsavagerek, nem fog tudni elmenekülni, és... Igen, meg itt valószínűleg itt lesz a vége. Itt a main armiát el is veszti Mostan. Még egész jól. Jön még elég sok Archon meg Immortal, és igen, és elkapta elég a... sok Swarmhostot veszített. Elvesztett 7 darab Swarmhostot. És a main armiának a nagy részét is. Le is kell húzni a drónokat. Igen, csak gyakorlatilag az a baj itt amúgy Mostannál, hogy annak ellenére gyakorlott kárt, ugye nincs kevés a léze. Ugye nem rakta vissza hát a harmadikat se. Ugye az ötödiket... Ugye ez a támadásom ugye elég jó volt, meg elég sok armit magával vitt, de... Na. És még az ötödiket sem cancel-elte le Freeman. Igen, nem fog tudni mindig kezdeni. Eléggé hátra. Úgyhogy 3 base-zel följebb lesz. Azok az Archonok nem férnek ki. Nem. Kéne, nem. Beszorul. Miért a Cyberko? Ja, mert a Cyberko gyorsabban épül, mint a gét, nem? Azért azt szedte le. Meg most a Cyberkorra annyi nagyon szükség amúgy. Mert Archonokat készít. Jaj, Archon Immortal, persze. Igen. Az minek Cyberkor. És egyiket se kell. Vissza fogja valószínűleg rakni, de ugye a gitvére többre megy. Hogyha van. Megjöttek közben Freemantle a mutaliszkek. Ezzel szerintem el is fog menni harassolni, és közben itthon fog védekezni a rossz Ravagerekkel. Úgyhogy kerüljenek bele az Archonokba. Igen, igen, ez veszélyes. Nagyon szép volt a Warprince Snipe. Közben itt megint volt Freemantle egy haras, ment a naturálom. Az a kérdés, hogy miért nem viszi be Freeman azokat a mutákat? Igen, itt Freeman, hogy rámegy az Archonokra, de lehet, hogy jobb lenne kárnak a túloldalra. Nem, mert így csak Michael elveszíti. Nagyon ügyesen Microsoft, de így is ingyen vesztett, vagy nem ingyen, de hogy sok mutát vesztett. Ez GG.
Hú, itt meg elszálltak az indulatok itt a csetem. Ja, itt mindenki mindenkitől. Meg egy Jagger, meg Nihad. Igen, megjöttek az ultrák. Indulat nincs csak rá. Mindjárt megtudjuk, hogy mi lesz a második map. Minden esetre ebben a meccsben nagyon insane value-ai voltak a Swarm Host-oknak. Scarletnek van egy hasonló playstyle-ja. Itt látom, hogy itt most mennek a... Pillars of Gold lesz a következő map. Oké, csinálom is. Hújhúj. Neki kapja az első bant. Szerintem fájtolják rá ezt szépen. Annak van igaz, aki nyer. Ennyi. Oké. Akkor a következő map Pillars of Gold. Megy a ready check a játékosoknál. Nem tudom, hogy melyik izgalmasabb. Igen, én is most így elvesztem. Oké, menjünk is, mehet a következő meccs. De hogy is, srácok, minek veszekedni, amikor verekedni is lehet? Így van. Azért még pénzt is kapunk, ha jól csináljuk. Na de itt is vagyunk a második meccsen. Pillars of Gold-on. Igen, igen. Úgyhogy most jobb felül van Freeman, és bal alul Mosten. Színek nem változtak. Ezen a mappon mindig azon gondolkozom, hogy Zerget játszok, hogy hova lenne érdemes lerakni a harmadikat, ugye előrébb, ugye, ahol a föl a rámpára, vagy le. De még mindig nem sikerült rájövök, hogy melyik az optimálisabb. Mármint pylonnál vagy? Ugye Zerként, hogy hova kerüljön a harmadik hatchery, hogy ja, le. Most sem figyeltem, oké. Okay. Ja, értem, aha. Vagy előre. Hát szerintem az a távoli, hogyha le. És akkor egy csíkba gyakorlatilag. Valószínűleg az a... Express. Az biztos, hogy nem. Tehát azt kizárólagnak tartom. Ha harmadiknak rakod a alsót, akkor negyediknek az elsőt. Igen. Szokták kivenni. Igen. Semmi nagyon messze van a... Addig a meccsen, hogy meglátjuk, hogy mit válasz Freeman. Igen, én is kíváncsi vagyok rá. De én úgy gondolom, hogy a vertikális expand az nagyon-nagyon távol, a negyedik már. Úgy nézem, egy arra mindenki ugyanazt csinálja, mint az előbb. Ugye? Vagy Mostan most előbb rakott Nexus-t? Nem, szerintem teljesen ugyanaz a build. Szerintem is.
mint az előbb. Most érti, de Freemannek az overlordja. Így igaz, látja is, hogy valószínűleg ugyanaz történik, mint az előbb. Egyelőre mindjárt le kell a Stargate-t, így igaz. Viszont látta, úszta, hogy még nincs kint a harmadik hatchery. Igen, és most megy Freeman kirakni. Lentre rakja, ő azt választja. És lentre rakja. Meg, igen. Szerintem is ez a jobb. Én is úgy gondolom, hogy az az optimálisabb. Na már csak az a kérdés, hogy akkor a negyedik melyik, de gondolom az első, az előlévő. Már creep szempontjából is. Teljesen ugyanúgy kezd mindegyik játékos, mint az előző meccsen amúgy. Ugye elkészül a Stargate, mondom, jönni fog belőle a Void Ray, közben Adeptel scoutolmoztam. A kérdés, hogy most ugyanúgy adaptrint, és jön most Oracle lesz a első. Ha. Freeman-től pedig egy gyors Demolatized Carapace upgrade, azaz Overlord Speed jön. És mire odaér az Overlord, addigra pont el is készül a Speed, és be fog tudni menni megnézni, hogy mi a tech. Igen, de ugye az Oracle már és meg is látja az Oracle-t. Overlord, igen. Én meg is ilyet, azt hittem, hogy Void Rain lesz. Félre is húzta ezt az Overlordot. Egy spore le is került a mainre. Gondolom nem sokára lekerül egy gyanatra is. Vagy ott elég lesz a két queen. Itt kiszedi a spore az Oracle. Ó, az nagyon szép cancel volt. A ringes ugye nem tudja már akadályozni azt, hogy berakja a Nexus. Mostam. Megint kész a Roach Warren Freeman-nél. Így igaz. Még mindig nem szed gázt, most rakja rá naturára a másodikat, most visszatöltötte a mainen a gázba a hármat, közben jön egy Oracle Harassment. Eddig három pont elvesztett, négyet, ötöt, hatot. És hat lett a vége. És mind a kettő Oracle megmenekült. Kérdés, hogy Mosten melyik irányba megy tovább? És Mosten elég nagy előnybe van, 11 worker előnybe van, Freemanhez képest. Igen, igen, ami ugye az Agnan nagyon tud fájni, hogyha a Protoss még workerekbe is. Úgyhogy így elő az Army Supply. Jó, viszont az adat még el is esett. Igen, de ugye volt mögötte egy warpolás. Igen, az Immortal. Ötfélre elkészül a Forge és a Twilight, ahogy annak lennie is kell. A Queen-ek kirándulnak. Igen. Megindultak közben a Roach-ok is. Úgyhogy ezt a harmadik részt ezt mindenképp be fogja pusholni. Freeman. Most nem már aki a trepeket. Marfoljára vigyöröket közben Freeman. Igen, és látja is az Oracle-vel, hogy mire készül Freeman. Kérdés, hogy Freeman észrevette azt a trappet? Nem. Nem vett észre. De csak kettő Ravager. Hát a háromból kettő Ravagert ezt el is kaptam. Igen, igen. Mikor egy be lehetett volna ez rosszabb is. Aztán linket fejlesztésben. Egy battery leesett. Ezt az armit elvileg addig nem kéne tudnia fightolni a Freemannek, amíg nem szedi le mind a három battery-t. Itt van a overcharge is. Leszedi. Ó, gyönyörű módon csinálja Mosten a overcharge-olt battery-t, charge-olta a másik battery-vel. Igen, igen. De így is sajnos elestek. És mindkettő playernek fogy, hogy az armia a Queen-nek mind a ketten életben vannak. Szépek a bájlok.
nagyon jó, még mindig jönnek ezek a linkek, gyakorlatilag golyófogónak. Nagyon szépen letankolja. És ugye még a nagyon lassan veszik el a revitereket, meg a Quint Freeman. Itt a három revicserből, ami jött, még csak most is jött a második. De gyakorlatilag ezt nagyon fogja programoztam. Igen. Elfogyott teljesen Freeman, és nagyon nagy gyereknek hátrányban van worker számban is. Szerintem ezt megfogja most már. Ezt el kell, hogy veszítse ezt a harmadikat. Igen, túl sok. Olyan nincs, azért mondom, hogy olyan nincs, hogy ez meg marad. Mostan közben varpolgat otthon befelé unitokat. Igen, ez a linket nem, abszolút... nem fog tudni tovább menni. Nem. Viszont most nyugodtan makrózhat tovább Freeman. Én most visszaszorult Mostan két részre. Három bolyikről van, aki oda is fog menni a harmadik bézére Freemannek. Ahol csak egy spór van. Igen, és a worker count az teljesen egál jelenleg. A worker count. Hát jó, most már nem most jött ki, de amúgy ja, lehet, hogy legál volt, igen. Azért, mert én amikor ránéztem, akkor már 62 worker volt. Igen, nekem Simen. Amúgy most ugrott át 62-re. Az három arakőn nagyon csúnya dolgokat tudott csinálni, hogyha... Ó, ez egy kicsit rossz a... Igen, egy kicsit miss mikro volt. És sikolója is őket, igen, igen, mert nagyon lóhát is maradt a háromból egyik, úgyhogy haza kell kikerült. Kikerült a negyedik base primer részéről, és oda, ahova gondoltam, hogy ki fog kerülni. És ugye visszarakja Mostan is ezt a base-t, amit elvesztett az igen, előbb. Igen. És Freemannek hidra a választása. Hát arra számít, hogy vagy gateway unitok jönnek, vagy átáll Mostan void ray-ekre. Igen, de gyakorlatilag Mostan immortált hoz. Kérdés, hogy a hidrákból lurkölt szeretne csinálni Freeman, vagy csak hidrákra szeretne menni? Egyelőre szerintem mindenképp csak hidra army lesz, egy elég nagy. Egyelőre valószínűleg, ugye jön is rájuk a fejlesztés. Csak hogy a későbbiekben ugye inkább a lurkereket fogja preferálni, vagy inkább egy linkbane hidra stílusban. Jelenleg a meccsen már 20 workert vitt el Freeman, és 8-ot Mostan. Oh. 18 a worker különbség jelenleg. Mostan meg is indul egy kisebb, hát nem kisebb, egy nagyobb. Igen, nagyon csak a szentvics, hogyha jól használja a force field-eket, akkor ez amúgy nagyon fájdalmas lehet Freemannek. Az a hidra mennyiség, ez elvileg elég neki lenne mennie egy range upgrade-del. Igen, de szépek a force field-ek. És a lingek hátulról meg fogják beszélni ezt a dolgot. És a tep is összejött. Milyen ügyesen csinálja amúgy Mostan. Megjöttek az orékölök, de hát azok gyakorlatilag el is vesznek a sok hidra miatt. Hátulról jönnek az elfingek, Freeman-től. Nagyon szép a juggling. Aztán... Igen, szóval... nagyon jól jött most ez a sok... És nem fogja... Úgy nézem, hogy kevés lesz. Ugye elveszik az armiát. És szerintem kizsizik. Így van. Úgyhogy szintén Freeman nyert 2-0-ra, mint ahogy a HST első fordulójában is. Csőben nagyon szép gémeket láthattunk. Úgyhogy GG mind a két játékosnak. Nyert is írom a meccs eredményt. Mostan Freeman 0-2. És egy szem mérkőzésünk maradt mára. Ez pedig az Order Revehun TVT lesz.
Egy újabb TVT. Egy újabb tank marin. Így van, így van. Hát ez ilyen mirror match. If someone asks me if I ever killed any Zerg, I say yes, but they were all bad. Nézzük, pillanat. Igen, itt is van. Revehun Diamond 2-es játékos, múlt heti MMR, ilyen még 3512 volt, másodosztály A csoportjában van, és 8. helyen van jelenleg 0 ponttal, az első fordulóban 2-0-ra kapott ki. Másik játékos az Order, Master 3-os játékos, 5396 MMR-rel, ő szintén ugyanabban, hát ugyanabban a csoportban van, ugye egyértelmű, a második helyen van 3 ponttal, ugye az első fordulóban nyert. Mutatom is a csoportot. Igen, az A csoport. És itt láthatjátok is, Sephisto vezet 2 winnel, Order 1 winnel, ugye neki most jön a második meccse, és volt verseny van Cerkoffal és Tordoppal gyakorlatilag. Jelenleg. El is készült a lobby, az első meccs az a Submarinon lesz. Mindjárt megy az Invej. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Is kaptam. Csak nem bírok rá kattintani, mert átkattintott a második monitorra. Ready check, így látom közben még a cseten még mindig megy. Minden is megy a cseten. Katasztrófa. Játékosok még nem redisztek. Belátom, megjött Tungo is, köszi a követést. Már nagyon rég láttalak. Így a meccs StarCraftban. Most nézem, hogy a két játékos között majdnem 1000 MMR különbség van. Igen, elég nagy a különbség. Revenho redizett, Order az jelenleg. Order az, nem tudom, hogy mit csinál. Egy arra nem reagált. Akkor indul is a mérkőzés. Mai nap az utolsó, a negyedik. Bal felső sarokban Hordát láthatjuk, zöld színben Terrannal. Jobb alsó sarokban pedig Revehunt piros színben Terrannal. Megy is Hordertről a scout. Nagyon korán vagy proxy? Hát remélem mert proxy. Igen, nagyon, nagyon korán megy, úgyhogy ezt tudja, hogy proxy lesz, elindult a másik SCV is.
neve pedig Gázzal. Ez lehet, hogy a szokásos standardet fogja kezdeni, a Reaper Helionos build-el fog kezdeni Reve. Azzal mondjuk elég sok mindent meg lehet fogni, amúgy, hogyha ügyes vagy. Főleg, hogyha ki a Double Rex Reaper. Igen, az lesz, mivel ugye készül a gáz is, és ugye dupla raxot épít proxyba order, úgyhogy ez biztos, hogy az lesz. Hát, ha csak nem marauder, mondjuk annak nem látnám értelmét. Nem az lesz szerintem. Vagy a proxy combat shield. Ja, igen. És jönnek is a Reaper-ök. Order Pesco-tól, és látni is fogja, ugye készül a Factory. Így igaz. És itt a Supri nem rakja le Reve. Ja, de oké, lerakja, csak mert ugye elhúzta az SCV-re. És ott van egy rés a pajzson. Így igaz. Ugye azt kéne befoltozni a reaktorral, vagy hát a teklabel attól függ. Csak kérdés, hogy erre sor fog-e kerülni. Ja, most Reve az még ugye fogalma sincs arról, hogy mire számítsom. Ugye most igen, készülni fog expelni ezzel az SCV-vel. Most fog meglepődni gyakorlatilag, amikor megjön a két Reaper és egyenesen a main base-re. Pont viszelte? Na, kicsit dízorientáltak lesznek. Igen, nem tudja most Reve, hogy mihez kezdjen. Úgy el fogja veszíteni ezt a Reaper-t, ha ügyes order, nem volt Focus Fire. Ja, most már három Reaper van. Megjött a harmadik. Kettő ellen. Egyik két és kint van egy Helion. Kérdés, hogy most order vár-e 5? Vagy mit akarok mondani, 6? Reaperig, vagy bemegy. Úgy néz ki, be szeretne menni. És ennyivel már tudja ölni ezt az egy Heliont. Igen, lehúzza ugye mindig Reve közbe az SCV-ket, ami ugye kell is az elején hozzá. Úgy néz ki, meg is unta order. Mindig kiesés. Igen, most le is adta order az expert. Egy nagyon picit tudta eddig csak hátráltatni a meccset gyakorlatilag, nem tudta megnyerni ezzel. 6 Reaper. Hát még hogyha meg nem is tudta nyerni, de forszolt, hogy föntre kerüljön a Command Center. Gyakorlatilag amúgy egál van attól függetlenül. Igen, igen, igen. A játékosok között, szóval. Az a kérdés, hogy innentől kezdve. Mennyire vár fog még jobban hátráltatni. Hozzá is rakszott scoutolni. Order. Leap first. Igen. Ugye látja is most order, hogy mi minden készül. Revének viszont fogalma sincs szerintem, hogy order mire készül. Ugye fejleszt a Cyclore-ra order. És Double Factory, nem lesz Starport egyelőre. Itt lent kempelnek a ordernek a Reaper-jei. Hát igen, fogják, igen. Amit kirepül a talán ezt a Liberator-t is látják. Igen, ezek voltak kijelölve, úgyhogy pont ide figyelt, ahogy láttam. Nem vagyok benne biztos, hogy harcolni kellene ezekkel a Reaper-ökkel. Lehet akkor kellett volna inkább megpróbálni ugye SCV-t elhozni, amit elmegy innen Revének az armia. Hát igazság szerint ezt még mindig megteheti. Igen, de most úgy dönt, hogy hazamegy inkább. És ilyen közben a Liberator Revének ideért. Order megnézzük. És úgy néz ki, Order nem figyelt. Le. Nem figyel abszolút. Három is most tűzel. És még a gázosok még. Öt, igen, így van. És nincs is itthon semmi, most jön haza a két Cyclone, ami eléggé kiment előre. Közben Order megy a Reaperekkel a main base-re. Úgy, ahogy mondtam, akkor amint Reve elhagyja
pontosan. Ha a base, akkor itt nagyon sok eszélyt meg fog szedni. Úgyhogy már vissza is hozza azt, amit most ő kapott a operátoroktól, és közben Reve odaér a túloldalra. És az a helyzet, hogy innentől kezdve Revének ez nagyjából egy ulim. Igen, mert nem igazán tudja itt megfogni, pedig hogyha egy kicsit figyelne. És elveszítette a tankot. Szóval be se fogunk tudni menni. Még amúgy itt volt két viking, ott volt az a tank, szóval hogyha egy kicsit figyelt volna Reve, akkor ez simán meg tudta volna fogni. Igen, igen. 19 workert veszített, ami nagyon sok. És hatalmas lemaradásban van. 13. És 4 darab fejlesztett Cyclone-ja van. Ugye a Ordernek, ami nagyon erős így minden ellen. Igen, ügyesen micro-zik akkor. Mire ment a lokon? Igen, nem a jó. Ugye ezek ilyen random izék voltak, a takmóval ment, úgyhogy nem targetelte. Gyakorlatilag ezt a tankot meg a Cyclone kellett volna elhoznia. Leginkább ebből az armiból. Hát, ha már csak a tankot kibírtam volna szedni, már ez is nagyon jó lett volna. Igen, de legalább nem vesztett Cyclone 2-t is hazahozott low HP-val. Így van, így van. És most már van mellette két tank is. És jön a harmadik. Igen, és már készül a harmadik Command Center. Igen, illetve az is. Tetemes még mindig a worker előnye Ordernek. Hát majdnem tudta. Nem, ja nem. Most már nem. Jó. Úgyhogy az idő az amúgy jelenleg neki kedvez. Így igaz. A vikingek soha többé nem szeretnének felszállni. Félnek a magasba. Igen, hát gyakorlatilag nem sok minden van a Grandban, úgyhogy ilyen Grand Army tankokon kívül. Szép a scan. Veszel okon a tankokra. Igen. Igen, szép, fel is hozott egyet. Elveszített egy Cyclone-t. Szépen szétszpliteli a tankokat. Aztán meggondolja magát. Nem tovább, még igazából Order látta, hogy nem raktam még ki a harmadikat Reve, és gyakorlatilag... Ilyen Reaper leszkenelte, most a harmadikat látja, hogy... Most megpróbálkozik talán itt a naturál oldalából, de... Otom közben folyamatosan gyártja a tankokat. És készül a Starport végre. Ezt kicsit későnek érzem ugyan. Kicsit. Jó, eddig igazából nem szorult rá annyira. Ó, ez egy nagyon szép move. Ugye már kereste Order a helyet, hogy hol lehetne, hogy mondjuk bepusholni tanultal a magától levét, és alig veszített valamit konkrétan Order. Igen. Amíg Reve mindenét elveszette, amit rávitt. És hiába a Liberator nem fog tenni szerintem. Ott egy Cyclone-t hát nem, mert pont a másikra. És elveszíti a cicit. Az egy kicsit Miss Micro volt. Igen, kár volt azt elhozni, ezt a Liberator-t leszedhette volna, hogyha már elkezdte. Igen, igen. Ó, és igen nagy a limit különbség is megint csak. És közben Order hatalmas erőnyénybe van. Revétől még csak most került le a harmadik Ordernél a negyedik. Az ötödik és a hatodik CC is. Ebből kettő valószínűleg inkább csak szkennekre meg nyúlokra lesznek használva. És jönnek a tankok, jönnek a vikingek. Minden, ami egy jó terrán armiba kell, hogy legyen. Még ugye Refed meg józik. Húha, az nagyon sok tank. Az ott 9 darab tank. Igen, és hát Revének nem igazán van most semmilyen. Eléggé hát hátrány, igen, az a... vagy késői ez a harmadik CC-s, főleg ahhoz
képes, hogy Order már hányadikat készíti. Hát igen, így igaz. Szaturálta is már a negyedik bészt. Ugye Order. És ha most ezt a harmadikat elveszíti, akkor itt a játék vége. Azt nem tudom miért. Ja, itt volt nagyon szépen is kontrolja. Ezért visszahozta. GG. Nem látni. Ja, hogy nincs mit tenni. Elég nagy hátrányba került. Igen, az a négy Reaper nagyon megdolgozta. Ott a game elején. Kezdünk a következő meccsel. Pillars of Gold lesz a második map, azt mondja Reve. Szomorúan hallom. Nem szereted ezt a mapot? Nem. Valahogy soha nem jön ki jól rajta semmim. Ez a map hibája? Ne, valószínűleg nem. De hogy könnyebb a mapot hibáztatni, mint magamat. Ja, értem. Ja, neve nem fogadta el, mert közben most látom, hogy a Twitch-eten ír. Igen, szomorú. Igen, most már visszatért, most már a StarCraft-on belül ír. Visszatérve kicsit a mapra, én azért nem szeretem ezt a mapot, mert ha terren ellen játszol, annyira könnyen be tud teknősözni, akár 5 base-re is. Inkább 4-re, de nagyon nehéz átmenni rajta. Oké, okay. Készen állnak a játékosok, úgyhogy mindenki kész. Így igaz. Most már frissült is, Kaba. Köszönöm, hogy szóltál. Oké, akkor megyünk is a második meccsre. Balalsó sarokban Order van. Zöld színben Greve. Piros színben a jobb felső sarokban van. Na és lássuk, hogy most ki milyen build ordert választ. Hoppá. Mi történt a Trevével? Igen, hogy egy kicsit később lent a supply depot Ordernek. Úgy néz ki, hogy most egy kicsit ugyanúgy standard kezdés lesz, annyi különbséggel, hogy Order nem rak valószínűleg proxyt. Ja, most nem, nem tudom, mi történt ezzel a proxyzást dipóval, de azóta minden jó, úgyhogy ja, teljesen. Úgyhogy minden jó. Valószínűleg nem ezen fogunk mondani ez a meccs. Persze. Hogy még közös az a szint. Igen. Egy Order megint scoutolni.
Két gázzal kezd, ugye most valószínűleg ugyanazt fogja csinálni. Két játékos ugyanazt csinálja. Reve, igen. Nem. Reaktor barakkal kezd order. Igen, tényleg. Igen, és Reve megfolytatja faktorival. Nem rafogad dipót még. Mondjuk... Mikor szoktak dipót rakni? 20-nál vagy 21-nél? Gyakorlatilag 20-nál már lerakhatod, mert nem fog jönni más. Mivel ugye itt az elsőn az orbitál készül, ugye általában szoktak rakni egy második épületet, barakból készül valami, szóval gyakorlatilag mindegy, hogy 20-nál vagy 21-nél rakhatsz. Aha. Egyből lerakhatod, amit tudod. Dupa kezdés lesz. És akkor nem marad el. Szintén megvan, de nem rajongom ezért a kezdésére, amit most Order csinál. Érdekes. Kész a proxy factory a pálya közepén. Oly, proxy factory van. Igen. Revé ez ugye nem sejt semmit jelenleg. Reaperekkel és Helionnal védekezik, most is ugye csak két Reapert és egy Heliont hoz. Szóval nem három Reaper, két Helion. Helion drop. Nem Helion drop. Ó, meglátja? Meglátja, csak nem figyel. Aha, most látta meg ugye a minimum pillantot, most igen. Hogy ott vannak az épületek, úgyhogy azt ott meg is akadályozza. Viszont a faktori el fog készülni. Nem teljesen értem Ordernek ezt a proxy poziát. Nem, ez mindenhonnan megtalálja. Igen, szóval gyakorlatilag, ha átkattintasz a mapon, erre jönnek az egységek, szóval... Igen. Szóval mindenképp bele. Jó, az látja. Is jó, hogyha nem olyan, nem vagy túl átlátszó, és nem az legalapvetőbb proxy-ekre dugod el. De persze, de hogy ennél csak jobb helyebbre ezt, tudod igen. rakni. Igen. Tehát ha a bokor mögé rakta volna, az egy kicsit érthetőbb lett volna, mert nem arra mennek a unitok, ha csak nem arra küldöd őket. Ja, érdekes, igen. Tor. Vaj, ne is mondd. Valamelyik nap kaptam egy Tor droppot. Azt hittem, hogy vérzést kapok. Az lesz proxy most drop. Ugye itt készül a mainen a... Igen. Medivek. Pont erről jutott eszembe, hogy azt hittem, hogy vérzést kapok rajta. Hát ennyire a játék elején, semmi nem veri agyon ezt a nagy gépet. Nem tudom, hogy most Reve ezt mennyire tudja. Hogy mi fog jönni. Úgy tudja, hogy ott a Factory, de szerintem Widowmine-ra vagy valami ilyesmire számít. De látta, hogy Teclab van a Factory. Akkor már rajta volt? Igen. Oh. Igen. Amint lerakta a Starportot, ide lerakta a Teclab-et. Tényleg látom. Gondolhatott volna rövel. Arra, hogy cseréli a kettőt, és akkor Banshee vagy valami ilyesmi a proxyból, de hát ez nem igazán van értelme. Ez egy érdekes. Szóval olyan, mintha most abszolút nem is foglalkozna vele, most ide beállt védekező üzemmódba, de nem igazán nézegeti, hogy hát ez a Thor, az mire megy, közben jön egy Liberator Orderhez, ahol van egy Cyclone, meg két Marine, csak még nem figyel, és közben le is dobta ide a droppot, mire hogyha Reve el fog jönni, rá fog menni Reve, és valószínűleg akkor fog bejönni alulról Order a Marinokkal. Az a helyzet, hogyha arra a Thorra még rá is megy, ha a Cyclone nem tud rendesen rálokkolni, akkor... Ja, nem megy rá, ugye, hogy még kevés az armét, ugye mindenképp medüveket kéne kilőni. Igen, ugye, igen. Most meg hagyja, és meg is jön Order a Marinokkal. Hát ki tudja kerülni, a tank range-ben nincsen benne. Okosan megy hátulról, hogy leszedje a vikingekkel ezt a medüveket. De gyakorlatilag itt közben Order meg leszedje az SCV-ket, úgyhogy... Hát meg majd, még majdnem a cicsit is. És közben elkészült a második tor. Nem volt ez egy gyakorlatilag ez a mérkőzés. Igaz. Most van egy lokon ugye... El is veszíti a... Igen, de hát itt már annyit elveszített, hogy... Hát az egy buta mikro volt ott Order részéről. Ott még mindig lő lent. Gyakorlatilag itt Reve nem tud mit kezdeni ezzel a torral. Acid-et a tankot. Ezt észrevette volna.
Nagyon szép a Reaper. Fel kéne venni ezt a tort. Jó, hát tettek mindegy igazából ez már. Mindegy, ja persze, most nézem, hogy 26, tehát hogy a Naton is elvesztett mindent, úgyhogy itt a vége. Nem baj, attól még szép a Reaper. Eddig bírta a Reaper. Nem, itt még ugye próbálkozik teve, de... Gyakorlatilag az, hogyha leszedi ezt a tort, akkor nem változtat a másik menetelén már. Ez így van. Battlecruiser. Az igen. Ez az már így a nagyon kegyelem kategória. Igen, itt már nem is foglalkozik Order gyakorlatilag, nagyon az armiával. Ugye tudja, hogy mekkora előnyben van. Valószínűleg ez a BC, amint átugrik ide. Ennél is fog az instant GG. És sajnos még, hogy ez a misszáteret meg is épül. Sőt, még hogyha az a megbe is jobban, sem fog sok minden elváltoztatni. Közben Order megnézi, hogy nincsenek-e ninja bézek. Látja, hogy nincs, úgyhogy most már teljesen biztos benne, hogy nyerő pozícióban van. És be akar teknősözni egy vízre ereve. Ja, hát igen, itt amúgy jogos, itt a chaten írja Bálint, hogy reptetni fog a srác. Itt nem tudom reve, hogy lehet, hogy nem mérte fel teljesen jól a helyzetet. Itt igazából ebből visszajönni már nem igazán lehet. Igen, igen. Nem tudom, lehet, hogy arra számít, hogy ez mögött Order sem mennyit nem makrózott. Hát ugye Order is azért egy Master 3-os játékos. Igen. Szóval azért nehéz kinézni belőle, hogy nem csinált semmit emellett. Szépen lassan besít az a BC. Simán neki mentem volna annak a toronynak. Valószínűleg ezért vagyok még padba. Mondtam, amit meglátta a BC-t, jött is a GG. Hát papírformát ez a meccs, ugye Reve is fel, inkább az első meccsben nagyon jól játszott, vagy ügyes volt. De Order itt egy kicsit valahol fura dolgok történtek. Ugye nem tudom, miért nem foglalkozott ezzel a Factory-ben, miután látta, hogy ott van. Úgyhogy meg is van akkor a mai negyedik meccs, 2-0 Order Revehunnak. És itt látjátok alattam a mai meccseket, hogy mik voltak a állások. Igen, Reve írja közben a chatben, hogy igen, nem hitte volna. Igen, meglepődött ő is. Igen. Cyclonokra számította. De miért hagytad ott egyáltalán? Jaj, mert hogy azt hitted, hogy a tankok... Érthető. Hát jó, hogyha van kedved, akkor csatlakozhatsz egy interjú erejéig. Igen, az teljesen belefér. Reve, bejössz? Mesélj egy kicsit a meccsről, itt vagyunk Discordon a Caster szobában. Ő nem biztos, hogy be tud jönni. Bejönni. Igen, igen. Megnézzük mindjárt, hogy... Nem látom Discordon, hogy itt van. Nem tudom. Most még biztos nincs benne, meg még nem is válaszolt. Hogy van egyáltalán kedve interjúval őre. Igen, hát ugye volt terben ugye ilyen esti beszélgetés, csak annyi történt, hogy ugye Winter lett volna az egyik, akivel beszélgetünk, de neki programja akadt, és nem volt még biztos, hogy ide ér, vagy csak jóval később. Úgyhogy lehet, hogy... Összerakja a mikrofonját is, addig én is kérek szépen egy percet, elmegyek, iszok egy kortyot. Jó, oké. Úgyhogy lehet, hogy most olyan hosszas beszélgetésre nem kerül most, de Revét mindenképp meghallgatjuk, amint összerakja a mikrofonját.
úgyhogy most kamerát nem fogunk tudni adni, ugye Ray nem szeretne kamozni. Reve az meg most elrögtönzött eljön, úgyhogy... Úgyhogy nem lesz kamerakép. Igen, most írja order, hogy basic scouting route-ra rakta a faktorit. Hát igen, azt hittük, hogy valami mind game lesz, hogy direkt oda rakod, ahol egyértelmű lenne, mert ott úgyse keresik, de... De ennyire nem volt bonyolult Remének a gondolkozása. E tekintetben. Közben még nincs itt Reve. Még átlépek egy másik szobába, ahova be tud lépni. Nem hiszem, hogy lesz, mert sajnos Winternek programja van, és úgy volt, hogy necces, hogy ide érjen. És egyelőre még nincs itt. Úgyhogy nem biztos, hogy meg fogjuk tudni bocsánat. Várni. Én most olyan szempontból nem bánom, hogy lebetegedtem, szóval teg nehéz beszélni a torkom miatt. Azért voltam ma ilyen csöndes. Úgy na, közben vissza is értem. Úgyhogy lehet, hogy majd csinálunk majd még a szünetbe is, majd megbeszéljük itt most írtak olyan, hogy lenne igény egy streamre. Ha nem is sokat, de lehet, hogyha összegyűl több meccs, akkor majd csinálunk még egy ilyen streames napot. Ja, köszi szépen! Ja, még mindig nem látom Revét. Nem, mondta, hogy összerakja a mikrofonját és cigizik egyet. Ja, még cigizik is, értem. Ja. Igen, Order, az abszolút sikerült az egyetlen pozíciót megtalálnod, ahol ha egy keresztül kattintasz a mappon, akkor arra megy az összes létező egység. Igen, ő is most tudatosult benne. Nem úgy jó volt, szép volt így is, meg jó volt az elgondolás is, az ötlet. Igen. Vagyis azt hiszem, talán 50-50%-ban mennek el arra a unitok, mert mehetnek a másik routingon is. Hát az egyik játékos arra, hogy a másik nem. Igen, én is így gondolom. Attól függ, hogy az AI, hogy érzékeli, melyik a rövidebb út. Emote spam, az muszáj. Nincs mit, köszi, hogy itt voltál. Szia. Jó pihit. Vagy mi. Nem tudom, feltűnt-e Pronub, de egy zerping nyalogatja a válladat. Na, meg is érkezett Reve elvileg. Reve, te be tudsz jönni a kasztás szobába, vagy menjünk át valahova máshova? Menjünk át, melyik az én ranked szobába. Oké, akkor a ranked szobába várunk.
Meg még ugye úgy volt, hogy csatlakozik Shiro is. Igen, igen, Shiro nem tudom hol van. Shiro. Nincs is most itt a streamen. Kodozik, ahogy látom. Se. Mindjárt ráírok. Reve, mert itt van Reve. Közben Discordon. Igen, csak nem halljuk. Valamiért. Hát nem, csak hogy Hogy itt még nincs bent a szobában, igen. Jaj, látom. Ja, nem igazán akar összejönni ez a... ma. Ugye senki nincs itt, senki nem ért ide. Jó, mondjuk ugye Shiro úgy számolta szerintem, hogy később lesz. Ráírtam ugyan Facebookon. De az azt jelenti, hogy majd hónap után válaszol, hogy ja, bocs. De nem, Reveho megírt, hogy nem tudom inverni így külön. Nem. Sziasztok! Így jó lesz egyébként, hogyha innen telefonálok? Vagyis... Persze, most nem tudom. Csak annyi, hogy most akkor be kell Rét is inverni ide, ebbe a szobába. Ja, bocsássál meg, mert én technikailag annyira nem értek ehhez, a részéhez. Ja, és ez a baj. Ugye itt a főcsatornán be tudnál lépni, de a ranked szobában vagyunk amúgy. De itt Discordon, mondod, igen, vagy? Igen, Discordon, igen, a voice channel-eknél. StarCraft Hunger. Jaj. És akkor ott vünk a ranked. Szóval gyere át, és akkor Ray is fogja hallani a hangot. Jó, rendben van. Na, szia, bocsi, itt vagyok, csak közben rámírt. Vagy Reve rámírt, hogy csinált, ugye hívott Discordon. És mondtam neki, hogy jöjjön át ebbe a szobába. És közben megjön Shiro is. Csak elolvasta a Facebookon, amit írtam neki. Remélem. Nem? Uh-huh. Sziasztok, bocs, csak én felkelemszer emlékeztem. Szóval... Hello. Üdv. Akkor már csak Revére várunk, ha minden igaz. Itt jó lehet? Igen. Igen, meg is jöttem. Oké, most jó, rendben van. Hagylak titeket. Akkor lenyomom. Beszélni, aztán majd visszacsatlakozok, jó? Úgyhogy... Jó, rendben. Rendben van. Akkor kapcsoltam csetet, kapcsoltam mindent. Akkor engem is hallani, az a lényeg. Így van. Jó. Csak akkor te most Order vagy, ugye? Vagy... Nem, Shiro van itt. Jaj, Shiro? Igen. Jó, bocs, nem is vettem fel a hangod. Nem tudom, jó. Jó, nem mondom vagyok, hogy az felső osztályt hagyjuk a legvégére. Kezdjük az aljáról. Az mindig jó. Akkor C csoporttól kezdjük, és a C csoport állása... meg is van, ott ugye egy meccsünk van elmaradóban, Mello versus Bakó. Így van, de elsősorban Reve ugye azért van itt, hogy egy kis interjú készüljön vele. Reve most nem voltál itt. Igen, most játszottam Order ellen. A Game 1-ben ugye Submarinon játszottatok, és Order egy Double Reaper-t. Így van. Reaper-es volt. Annyira ezt nem fogtam rosszul, az SCV-kkel talán többet kellett volna mikróznom, hogy az inkámon megmaradjon, és akkor szerintem én jobban jöttem volna ki abból, de így, a hogy kicsikét... A védekezésed szerintem abszolút jó volt az elején, csak aztán volt egy ellenki, amikor kitámadta a hátulról. Hát igen. Igen, és
az volt a probléma, hogy nem raktam ki a második CC-t hamarabb, és így kicsikét hátrányba kerültem, és, igaz. És nem tudtam úgy visszajönni. Tehát lehet, hogy ezt jobban fogtam volna, hogyha simán ladderre játszok. Egyébként a Reaper Rush-tól nem tartok, abszolút nem, általában mindig szoktam fogni őket, mert nem egy túl ész, főleg, hogy mások... Fogtad is. Fogtam, csak az volt a baj, hogy ha figyelted, az SCV-k nagyon sok ideig AFK-k voltak, igen. És nem bányáztak, és akkor így úgymond hátrányba kerültem. Ő is kirakta a második CC-jét, szóval igen. Ez a támadás során egyszer mentem fel hozzá, akkor kiszedte szépen a tankomat. Én hamarabb le akartam volna siege-elni, csak valamiért nem történt meg. És akkor ő ment tovább, tudod, ment tovább a tankom, és akkor azt szépen kisznájpolta, és akkor azt el is vesztettem. Úgyhogy azt a pust így nem tudtam befejezni, vissza kellett jönnöm. Hát, hát jobb játékos, 2000 MMR különbség köztünk, szóval nem csodálkoztam azon, hogy én kikapok ellene, szóval teljesen korrekt volt. Hát teljesen jó meccseket játszottatok. Hát igen, igen, lehetett volna jobb is egyébként. Csak megmondom az őszintét, az elmúlt egy hónapban nem sokat játszottam, tehát nem sokat készültem. Volt egy kis kiesés is. Én akartam valami más buildet is hozni, szerintem a második meccsen az jobb lett volna, hogyha sima standard buildet hozok, mert akkor lett volna Raven, nem lett volna Cyclone-om, lett volna mindenem, ami kellett volna ez a Thor drop megfogásához. Tehát így... így, hogy tankfikingezek általában, meg dupla gázzal kezdek, így egy kicsikét nehezebb volt fogni, meg nagyon váratlanul ért engem egyébként, hogy tórok jönnek, basszítem, hogy cyclonozni fog. Hát igen, igen, ez egy kicsit. Mondom, én lepakolok három tankot, bőven fogom, hiába van lokonja, és akkor szépen lassan tudok felmenni, támadni. Tehát mindegy, ez van, kikaptam. Mikróval. Hát lehetett volna ügyesebb mikró, csak nyilván az ember abban a szituációban azt se tudja, hogy mit csináljon, hogy mit snipe-oljon, mit kéne. Próbáltam kiszedni a medivekét, hogy ne tudja elvinni a torját, mert igen, az egyébként meghalt volna, csak hát mondom, ő is el volt erre készülve szépen, fogta és snipe-olta a medivekeket, úgyhogy sajnos nem tudtam megfogni ezt a támadást. Közben meg a másik oldat meg bejött Marinakkal, szóval így végleg. Igen, 10-12 Marinnal. Úgyhogy. De én azt hittem egyébként, hogy a Liberátorra több SCV-t lőttem le. Három darabot lőttem velük. Három darabot, hát nagyon szép. Úgyhogy konkrétan semmit. És egy Cyclone ott volt. Igen, kettő veszette ki, ha jól emlékszem, vagy egyel, vagy az előző meccsen volt. Egyel. Rá sikerült lokkolni a pont is. Igen. Azt lehet, hogy egy kicsikével hamarabb le kellett volna húznom azt a liberátort, aztán meg szépen majd vissza egy kicsivel később. Nem tudom, hát mindegy. Jó játékos, jobb játékos, mint én, tehát... Úgyhogy, igen. A biótok mindkettőknek teljesen rendben volt. Igen. Nyilván egészen addig, amíg nem kezdhetik el a saját kis. Igen. Egyébként gondoltam, mivel nagyobb MMR szintű játékos, hogy biztos, hogy valami early game-mel fog jönni, tehát 100% biztos voltam, hogy vagy mora rásolni fog, vagy akár BC rásolni fog, az se lett volna elképzelhetetlen. Csak én úgy voltam vele, hogy az én buildem ezeket pont counterli, tehát Thorokra abszolút nem számoltam. Múltkor én is meglepődtem, ladderen találkoztam Thor droppal, és nagyon tilteltem. Ugyanígy elkészült a második tor a második medivekkel, az első sikerült éppen leszedjem, de majdnem minden övedet beleáldoztam. Hát igen. Na olyankor jó, hogyha van egy Ravened például, hogyha standard. Nem, az a baj, nem tudom, hogy most így, úgymond a TVT-ben most úgy mi a standard? Tehát a dupla gáz a standard, vagy most a Reaper Expand? Na ezt a kettőt szoktam játszani általában, hát igen, változó. Ez a két standard változó. Meccs van nagyjából. Javíts ki, a tévedek síró. Még egyszer légy szíves, mert ezt most mondom. Jelenleg TVT-be a Reaper Expand és a Double Gas Reaper Helion, ugye a standard game. Hát igazat megvalva, ugye van a standard Reaper Expand-es, igen, amit mondta. Igazából azt lehet játszani Marinnal is, tehát Marin, Reaktor, Marinok, X. Persze. De a Reaktor
van még egy két Reaper, két Helionos bench is, Early Pressure build. Igen, igen, igen. Van még a három Reaper, két Helionos standard build. Igen, igen, igen. Hát igen. DVP-ben eléggé sok variáció van. Ki is lehet hagyni a Ravent, lehet is venni Ravent, akár kettőt is lehet venni Ravenből. A Ravent, hogyha makroorientált vagy, akkor abszolút, akkor nem szabad kihagyni a Ravent. Arra az mindig. De a timing akaroknál néha ki lehet hagyni. Mehet 2-1-1-et, 1-1-1-et. Igen. Igazából a TVP-ben, TVT-ben az egyetlen, amit így nem szoktam látni, az nagyon a Mac. Igazából egyedül izétől. Hát a Mac-et nem nagyon szokták hozni. Egyedül a Jagger hihetel láttam a héten. Mac versus Mac. TVT-ben meg közelebb a Tank Marine-ba kimerül. Hát változó attól függ. Vagy tankiper a tank. Igen, Orderben mindig csak 4400 ember, szóval... 4400, jó, én valamiért 1003-at láttam valahol. Esen mindegy. Order túl vagy becsülve, úgy látszik, hogy te vagy az, akit mindenki Isten császárnak hisz, és földobnak téged 5000 ember felé gond nélkül. Már nem az első alkalom volt, valaki azt mondta lehet, hogy ilyen nagyon nagy emberek vagy. Valamit lehet, jól is vagy te nekem. Mármint most kiről van szó, hogy rólam vagy? Order, jó. Igen, én nem nagyon játszok, én az utóbbi egy hónapban nem nagyon játszok, mert Protosszal játszottam nagyon sokat, általában mindig leobúzoltak, mondjuk így, hogy leobúzoltak, nem tudtam még fogni, és akkor így elment a kedvem. Mert ezeket meg kell tanulni sajnos, így van, meg kell tanulni ezeket fogni. És én úgy voltam, tudod, hogy van mindegyik faj ellen vagy három buildem, azokat szeretném tökéletesíteni, és hogyha ezeket... Nincs annyi buildem Protosszal kapva. Hát igen. Én ezek felkészült vagyok. Ezek jól mennek. Ennyi. Ezek jól mennek, akkor majd szépen elkezdem tanulni ezeket az early game-eket szépen fogdosni. Tehát a Roach-tól kezdve, Void-tól kezdve. De majd Protoss ellen nagyon sok van, tehát rengeteg fél taktikájuk van a Protossnak Terrán ellen. Tehát ott a Void-rás, ott a Kanon-rás, ott a Cannonball Void, Tempest, Immortal, Warp Prince, rengeteg. Tehát nem mondjuk azért álljon meg a menet. Jó, oké. Okay. Nem. Én mint Protoss játékos, tehát aki Terran ellen Kanon-rassol Protossként, az ostoba. A Proxy Void Ray az szerintem addig volt működőképes, amíg ki nem találtak rá egy jó módot, amivel meg lehet fogni. Hát igen. Tehát én amikor bejött a Void Ray buff, eltelt, de egyszerűen két hónap, hogy fixen nem láttam amúgy Void Ray-t. Én alapban nem csináltam egy Proxy Void Ray, talán háromszor próbáltam ki. Az is egyszer Ray ellen proccom, amikor hülyeskedtünk. Meg egyszer HST, meg egyszer Ladderen. Ennyi volt a Void Ray, így nekem. Hát igen. Így a kisebb ligákban még szokták hozni, mert még működőképes kisebb ligában azért. Azt nem tudom viszont, hogy mestertől, hogy ezt nem, mennyire gyakori. Abszolút nem. Én is csak Diamond 2 vagyok, szóval... Diamond 2, jaja. Én nekem alapvetően Terran-ben... Diamond 2-ben szokták hozni azért, mert Diamond 2-ben még bőven belefér. Persze, szokták hozni, mert... Most mit tud, egy Diamondos mit tud? Tud egy pár buildet, tud egy kis mikrója, és összességében ennyi. És az ilyen early game-eket nem nagyon szokták fogdosni. Jó, de azért egy Diamond 2-1-es term azért tudjon bevenni három Cyclone, meg felbaszni pár töretet, ha Proxy Void-re hát jó van, ha én tudom, hogy az jön, akkor azt hozom, de ha nem tudom... Meg azért scoutoljam már így a emberként, azért Diamond egy mindig scoutolni. Persze, nyilván. Ha nem lehet, hogy a második pályán... Látom, hogy dupla gáz, de már szívtam be az egy dupla gáz, és aztán immortálok jönnek meg, nem az jön, amire számítok, érted? Tényleg az, hogy... Tehát ha Proxy Void-re jön, akkor a második pályán nem tudja építeni a bázisára, vagy pedig még nem lesz kész. Én azt csináltam, hogy... A proxy pylon mellé beépítek mindig egy bunkert. Én így szoktam fogni, kiküldök, egyesével küldöm hozzá a marinokat, csak szépen meg hozza azért a stalkert például. Tehát vannak ilyen izék, hogy ők erre számolnak, és aztán hozza csak a voidot. Tehát, na mindegy, ez most az én hülyeségem, én nem játszok sokat, én nem gyakorlok eleget, úgyhogy ez az én, legyen az én problémám. Tehát amúgy még ennyit így a PVT-re, hogy rengeteg bőgy van a protossnak, igazából én standard openingből, amiket ismerek, ugye van, ugye alapvetően az XP kb. Ugyanaz az egész. Annyi változó lehet benne, hogy te adeptet hozol az elején, vagy stalkert.
Igen. Most utána van olyan variációd, hogy Stargate, vagy a robó. Én ott a robot hozol, akkor valószínűleg lesz blinkel, akkor valószínűleg valami blinkes pressure próbálsz kialakítani. Vagy esetleg tudsz hozni robó nélkül is, de azt is robóval szokták, a 4-2 blinkstalker all-in. De hogy a Stargate-re mész, akkor megint ott van, hogy akkor Oracle-ből szokás venni egyet, kettőt, még Taran ellen is mondjuk azt. De például én ki szoktam venni Oracle-t, és én, hogyha Stargate-tel nyitok, akkor mindig Phoenix ezek. Phoenix, Chargeblood, Blinkstalker és Koló. Igen. Nem megyek át Disruptorra, meg Stormra általában, vagy... De például ma arkonoztunk Ray és Koya ellen Reaperrel, és például ott folyamatosan PD-t néztünk, pedig randomoztunk, na mindegy. És az a lényeg, hogy ott például tényleg az volt a normális, hogy rámentünk egy standard blinkes openingre, utána pedig úgy skytozba kellett egyszerűen átmennünk a late game-re, mert harasolgattuk egymást folyamatosan, de nem tudok egyszerűen én, mint protoss játékos a late game-ben a sok liberátor ellen mit csinálni, mert egyszerűen kevés a supply ahhoz. Tehát hiába hozzak ilyen 30 beanstalkert, ha hát meg is tudom liberátorokat, akkor igazán leszednek. Tehát a late game az protossnak igazából egyed után talán Zerg ellen nem kell skytoszozni. Zerg ellen szeretek legjobban skytoszozni. Én nem tartom annyira fontosnak az Zerg ellen a skytoszt. Max akkor, hogyha látok nagyon sok Bloodlordot, akkor... Meg igen, én azt vettem észre, hogy... amúgy azt... Ja, semmi baj. Én egyébként azt vettem észre, hogy most így a PvT-ben sokkal több disruptort hoznak az utóbbi időben, mint Templárt, mert a Templárt ugye az EMP az Counterly, és akkor inkább úgy mennek a protossok, hogy inkább disruptort hoznak. Na, ez úgy néz ki, azért hoznak disruptort. A liberátorok ellen pedig igen, Tempest szoktak hozni általában, vagy utána átmennek. Ha van elég eko, akkor Carrier Tempestre szoktak átmenni általában late game-be. Tök mindegy, mert amúgy a Carrier Tempestet is mindig kell hozni, vagy Arkonokat. Terran ellen nem hozunk Arkon meg Tempest, hanem Disruptoreket. Carrier, Disruptor, Tempest. Ez igen, a hármas. Meg Charles Zilotok se rosszak amúgy. Meg DT Haras mellé. De igazából tényleg az a lényeg, A DT az egy kötelező darab szerintem a Protossnál, hogy a Stordrop is elmondta. Jó, azzal nagyon jól lekaraszkodni. De azt is vagy figyelembe, hogy a Protossnak... Azt nagyon nehezen fogja csinálni. Nincsen a DT-n, és a Charizardon kívül más halasz lehetősége létgémbe. Hát igen, ez a kettő van, igen. Mert most gondolj bele, hogy azért egy Terrennek van egy liberátor, vannak a droppok, hát igen, rengeteg. Sokkal könnyebb mondjuk egy medivekes 7-dobinos droppot elküldeni, mint mondjuk az, hogy vegyél DT-t, mert sokkal nagyobb eko kell hozzá. Tehát mondjuk a 7 marin, meg a 7 marin, azt tudod használni a mélyseregedbe is utána, vagy akár, hogyha vissza kell vinni. Hát jó, de most... A 7 DT-t nem fogsz használni, mert nincs értelme, tehát... Úgyis mindig szkennel értelme a protoszalmét. A baterék ott vannak, tehát most a 7 darab marin az nem sokat ér most harasszolni late game-be protosz ellen, mert ott van mondom a baterék. Én leszettem 4 vagy 2 marinnal, meg 2 marauderrel egy Nexus-t. A DT meg abszolút fejfájás egy Terrennek, abszolút fejfájás, mert szóval szétdobálja őket a mapon, kiszedi a izéket, a tureteket, a planetári semmit nem csinál olyankor, aztán érted. Tehát a DT az jó, hát most egy planetárinál is hogy néz ki a dolog, tehát rámegy mondjuk 4 darab DT, tehát odaugrasz, átkennelek, vissza az alvegányra. Átkennelek, igen, de 4 darab DT szerintem kiszed egy planetárit, vagy jó, biztos, hogy nem. Kell bele a 6-7, igen. Én néztem Jagger streameket, ellen is kiszedett ki egy planetárit, ha jól emlékszem. Nem akarok hülyeséget mondani, de... Ha később azt kell, akkor igen. Tehát, hogyha már kettőszer egy DT-t, még mire rá... Tehát, hogyha full HP-n fightol mindkettő, még úgyis, hogy rajtuk kezdenek a DT, akkor is a planetári fog nyerni. Tehát ahhoz kell, hogy 6-7 DT-t le-1-V-1-ezzel egy planetári. És még arról nem beszéltünk, hogy az SCV-k elkezdik javítani. Ugye nyilván ugye ott a scan, ugye az kell hozzá. És tényleg azt, hogy azt nem is tudom, hogy van, azt hiszem, 15 Bring DT, nem, nem is tudom hány Bring DT tud levansatolni egy planetarit. Nem tudsz levansatolni egy planetarit. De tudsz. Nem. Max 3-as attack-kel, ha teljesen körbeállják, akkor... teljesen,
És hát teljesen mindegy egyébként, akkor egy HP-n túléli. Igen? Teljesen mindegy, teljesen mindegy. De amíg olyan rossz bansatnak számít, mert nem is meghall az a planetari. Hivatalosan nem lehet tenni. De abban mindenkit egyetért, hogy a Terránnal mikrózni iszonyat fájdalmasan nehéz. Szerintem van egy nehezebb, tehát... Hát ez relatív, attól függ, hogy biózol vagy kinek mi? Tehát igen. Tehát biózni azért... Igen, igen. Tehát ez megint olyan, hogy... De egy, értem, mire gondolsz, és igen. Igen, tehát tényleg nehéz nagyon Terránnal mikrózni. De én egy protossereget is összerakok olyat, tehát Templar, Disruptor, Phoenix, Sentry, meg mellé Stalker. És akkor tessék mikrózzá mindennel. Ugyanott tartunk, hogy akkor meg a protossereg úgyis nehezebb lesz. Úgyis nehezebb lesz mikrózni, mint a Terrán sereggel. Pedig a Terrán sereggel, ha standard sereget nézünk, tényleg az a legnehezebb, de minden fajnak van annyi caster, amiből összerakható egy nehezen mikrózható sereg. Az a helyzet, hogy Cerko felé szerint hát egy Lingbane versus Lingbane a legjobb. Ez amúgy tényleg vicces. Hangja, foci. Hát igen. Teljesen mindegy, most itt nekem az a szerencsém, hogy most nekem karácsonyi szünetem lesz, úgyhogy most itt jobban ráállok a gyakorlásra, most tényleg rá fogok állni. Nem szeretnék még egyszer így kikapni, hiába nagyobb MMR szintű játékosról van szó. Én egyébként azt hittem Order, hogy velem egy szintű, tehát én nem nagyon hallottam, hogy amit ismeritek-e őt, hogy... Order az AR Kvalin lehet, igen, azt hiszem. Igen, igen, de azt hiszem ő volt az első, aki megjelent így a új játékosok közül nézni, ő meg akadták azt hiszem, legalábbis a mainstreamen. Biztos, hogy a új játékosok közül ő meg akadták volt a két első. Közben Rebel Cerkov üzeni, hogy majd gyakorolhattok. Kettő Szabin van. Ja, hát mindenféleképpen muszáj lesz gyakorolni. Tehát én Cerkovval szoktam is játszani egyébként, és nagyon jó játékos. Szerintem a csoportunkat azt ő fogja megnyerni, vagy Tordrop. De így, hogy Order... De így, hogy Order... Így, hogy Order... Ismertem... Csoport. Hát én szerintem ott mindig Sephisto fogja megnyerni ezt a csoportot amúgy. Őt nem ismerem. A erős játékos? Én Kássel hallottam volna. Sephisto 4500 MMR-es Terran. 4500 MMR. Igen, hát. És én Sephistóra én úgy emlékszem, hogy ő az elején randommal játszott, azt hiszem még így, nem a HS, még a KS ellen. Oh. Ott még randommal játszott, azt hiszem, de ő amúgy egy nagyon jó Terran játékos. Mi is beszélgettük Reaper-rel, hogy fog, hogy meg amúgy múlt héten is beszélgettünk erről, hogy mit jósulunk a csoportokra, és mi ott például ott a Sephi Order Tordrop 3-osat, meg Cephisot rakott a top 4-be. Hát ez a 4-es, ez biztos, hogy elő lesz. Nem hittem, hogy ilyen erős játékosok vannak most a mi csoportunkban. Azt hittem, hogy Tordrop, Cerkov a két legerősebb, és a többiek ilyen Diamond szintűk. Én azt hittem egyébként, de így, hogy... Az a helyzet, hogy az új játékosok közül nagyon sok ilyen 4000 és 4500 emberő közötti játékos is van. Tehát ha megnézed a Pay csoportot, ott is ugye most már Megabyte itt van a HST-n, ugye ő is a AR Kvalira jött vissza, akkor azt hiszem, akkor játszott először így versenyen. Így már most, így a mostani időkben, ugye amióta megy megint a elég nagy versenyek, meg dolog, stb. És ott van Breach, ugye Breach az volt a GM játékos volt, és most visszajött a TF után, és most megint 4500 fölött van már. Aztán ott van Bugsy, akiről fingom sincs, hogy kicsoda, de nagyon jól meccseket játszott. Tehát őről nem is hallottam még senki másta, és amúgy ő is egy 4000 sokszázas protosz. Igen. Szóval, ja. És akkor a C-csoportban nincs olyan játékos. Nálunk a Melo van új játékos, akiről tudom azt, hogy ő nem rossz játékos, azt hiszem ő volt az, aki az árpalit végigcsízelte és lefémelték, de amúgy meg Mester 1000, azt hiszem. Ha jól emlékszem. Tehát így a új játékosok közül amúgy eléggé sokan vannak amúgy relatív magyarországi szinthez képest. Igen. Magasabb ligába. Szóval azért van az, hogy most így a másodosztályban is vannak tényleg erősnek számító játékosok. Meg azért azt se felejtsük, hogy például Pronoob, meg Tordrop volt még a másik, akik majdnem bejutottak az első osztályba, de mégse. Igen. Meg Antonio volt. Meg Pronoob is ott volt mögöttük. Antonio bejutott. Antonio meg ő az, aki bejutott így a négy ember közül. Tehát azért ott sincsen olyan nagy különbség már köztük.
Én még mindig a B csoportot frissíts be. Siro, te még hogy még a Diamond 2-be vagy még? Én ezzel nagyon meg vagyok most lepődve egyébként. Én egy szar játékos vagyok. De most komolyan kérdezem, mert nem vagy rossz játékos, de még ott, hogy Diamond 2-be. Nem akarsz Diamond 1 Master 3-ig eljutni egyébként? Mert az APM-ed megvan, a multitaskod, ez szerintem egész jó, a buildjeid azok is egész jók. Mi hiányzik a Diamond 1-hez, vagy mi nem megy, vagy? Ha már eddig szerintem simán megvan. Leginkább szerintem, ami nekem nem, vagy ami miért nem tudok haladni, az az, hogy felidegesítem magam nagyon könnyen azon, hogy ilyen apró hibákat vétek. Tehát itt arra gondolok, hogy például játszottam TVP-t ma, Worker előnyem volt, Echo előnyem volt, csak hajabban álltam, Freak Swim volt, és kimozdultam, hogy akkor támadok, de elfelejtettem observereket rakni a mapra, és közben mire átértem, ő elvitt két bázis nekem lent a másik oldalon, mert nem volt visionom. Hát igen, igen. Ilyen apróságokban egyszerűen, tehát a PvP-m az nagyon stabil, szerintem az simán van most is mester szinten, tehát a PvP-ben 80%-os érétem van. A TVT-m ugyanez, de egyébként általában ezt szoktam játszani, ezt a Tank Vikinget is, ezt nem fogják egyébként, tehát ilyen Diamond egyik szerintem nem nagyon fogják fogni ezt a buildet, majd kiderül. Szóval a TVT-m a kérdésed, de fogalmam sincsen, hogy miért vagyok Diamond 2-ben. Valószínűleg azért, mert oda való vagyok amúgy, tehát ez így alapján. Nem, Siro, ezt ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy azért, mert az ergópé. Jó, hát most az ergópé, de nem csak az ergópé játszok. Tehát, hogyha most a másik kétfej ellen, ha a másik kétfej ellen 100%-os vérétem lenne, akkor is haladnék előre. Sok a smurf biztos az a baj kapva. Igen. Amit én szeretem nálad, hogy elég könnyen ki tudsz kapni ettől az Eggling, Baneling, Early push-tól. Tehát persze bazen, mert ahogy is, tehát bazen miért ezt tanulok, és nem tudok falat építeni. De ez ladderem továbbra is fennáll az a probléma, vagy csak? Ladderem egyáltalán nem veszítek ilyenek ellen. Ladderem mostanában amúgy, ha nem ezt a faszom izét, adaprintet játszom, akkor nem veszítek Zerg ellen. Tehát ha SG és Openinget játszom, akkor nem veszítek Zerg ellen. Igen. Az a baj, hogy adaprintet meg szeretem, az vicces. Hát figyelj, Siri, én ugyanígy vagyok ezzel. Hát én 80%-ban magamat szopat szivatom meg, tehát... Hát hallod, fordítom. Nem működnek. Hát nem a kettes grupból, a hármas grupból, hát eltűnök a izéim, az egységeim a grupokból. Bele. Annyira gyorsan tartottam, hogy... tűnnek el fel a grupjai általában, és akkor vissza kell mennem, időt veszítek vele, újra ki kell jelölnöm, ki kell osztanom, stb. Hogy hívják azt, hogy felreptetem a CC-ket akaratlanul. Volt olyan nálam is. Azon egy győzést tudok kapni. De az azért van, mert nem gyártasz SCV-t. Ha gyártanál SCV-t, akkor nem reptetsz semmit. Ha folyamatosan gyártasz valamit, akkor nem tudod elkattintani. Figyelj, order. Elmondom neked, hogy fél évvel ezelőtt, nem, mikor kezdtem újra SC-zni? Azt hiszem, amikor bejött valamint, én... Leve vagyok, leve húzok. Csetre mondom, hogy én újra kezdtem SC-zni március végén, amikor hazaköltöztem a teljes lezárásos dolog miatt. Úgyhogy abba hagytam a lolt és meg minden faszomot, amit előtte játszottam, és csak SC-ztem, és Zerg-el kezdtem újra a játékot, fölmentem 3900-ra, abba hagytam a Zerget, visszavettem processzorra, rájöttem, hogy egyszerűen utálom a Zerget. Ez semmi személyes, csak egyszerűen nem élveztem a fajjal játszani. És nem játszottam május óta a Zerget, ott a Szefi elleni meccsen játszottam fél év után a Zerget, arra sem tudtam, hogy melyik gomb mit csinál, és még így is kibasztom magamban a 400-as AP-met, de legit nem tudtam, hogy melyik gomb mit csinál. Tehát így az első két perccel egérrel játszottam, mert nem jutottak eszembe a sorkatok. Undorító. Egyébként nekem a második fajom, nekem amúgy a main fajomnak az Zergnek kéne, hogy legyek. Tehát én nagyon makroorientált vagyok, a mechanikája az pont hozzám illik, creepeket ugyanúgy szeretem dobálni,
full zsereg vagyok egyébként, de a Terránt jobban szeretem. A tankok miatt, a hangeffektek miatt, komolyan mondom, csak ezt vagyok Terránt. Tehát egyébként így a játékmechanikámat nézve, én abszolút zsereg vagyok. Jó, amúgy, ha megnézzetek a HST2-re eddigi meccset, a két eddigi meccsemet, ott konkrétan az volt, hogy akárhányszor cheezelni akartam, kikaptam, és összes makrogémemet megnyertem. Na, ez egy plusz pont, ez egy pozitívum. Makróban jobb vagy. A másik igen, azért jó tudni, hogy ezeket a early game-eket kicsit cheezelgetni, mert azt utána te is fogod tapasztalni, hogy azt hogy fogja más, és akkor te is fogod tudni az által, hogy... Jó, hát igazából én csak azért lettem Protoss, mert van warpingjük. Hát annyira menő amúgy ez a képesség, a warping képesség, hogy nem hagyottam ki. Én továbbra is képtelen vagyok eldönteni, hogy melyik fajjal szeretnék a reménynel játszani, úgyhogy maradok random, easy. Most hát igen, hogy Szerel a 14. percben a 8. PC-t rakta le, Szerel versus Bjumba. Az igen. Mi lett a vége? Mi lett a vége? És egyszerre 106 Zerlinget játszott. annyi gyártott egyszer, annyi volt a production tabban. Nice. Jó, most ez kicsikét túlzás lesz, ennyi az Zerling a dolga, egy gombot meggyom, és azt nem tart a tartja, és kész. Igen, és egy, nem tudom, melyiket gyárta a Zerlinget, S-betűvel, és akkor E-betűvel, és akkor azt nem tartod, és van már 200 linged. Ez így van, Fokvétel. És utána elveszted őket egy kolosszust. Hát igen. És nem lesz lárvát, hogy utána csinálj bármit. Nem, azért van oka, hogy a Terránok ennyire ki vannak akadva, mert tényleg a legtöbb Terrán szeret panaszkodni. Igen, ennek oka van, egy realitás alapja egyébként, lehet egy-két dolgon javítani szerintem. Én így az érzem, mint Terrán játékos, mert nagyon nehéz a Terránnak a dolga. Nagyon sok minden taktika van ellened, nem tudsz mindenre odafigyelni, nagyon sok az OP unit a másik két fajnál. Jó, ez van a Terránnak is persze, nyilván, csak na. Így érezzük, vagy legalábbis én így érzem. Hogy lehetne mit nerfelni egy-két dolgon, nem sok mindenet változtatnék, csak egy-két dolgot. Kivenném a DT-t, a Stalkert, mindent kivennék, ahogy Zerkov írta. Figyeljetek, elmondom nektek, hogy olyan Terránnal veszítettem, aki 4-1-1-et játszott. Az igen. És úgy képzeljétek el, hogy amikor nekem kijött az első koló, nem volt még range-em, nem volt még kint a második, a charge-on egyébként befejeződött, blink nélkül. Tehát egyből charge-ot fejlesztettem. A Pali átjött hozzám 4 medivekkel, vagy 8 marúder, meg vagy 25 marinnal, és így átsétált rajtam. És én meg így ott ülök, igen. Mondom, most ezzel amúgy mit kell csinálnom, mert Superbatterivel semmit nem értem, mert kiszedte egy lövésből konkrétan. Kiszedte, ha. És egy darab kolom volt Splendzenésnek, pedig semmivel nem csúsztam. Tehát a BO az tökéletesen jött. Érdekes. Nagyon érdekes. És én így ültem, hogy mondom, ilyen létezik, Peci. Hát igen, azt főleg úgy belegondolva, hogy charge-alatod is volt, meg volt kolód is. Tehát, igen, érdekes, de az, hogy a két production az folyamatosan ment. Akkor az a lényeg, hogy ő nagyon early-ben ráment erre a bióra, meg mondom azt Steam meg combat shield, meg plusz egy-egy. De nem volt tank, nem volt semmi, volt négy medivek. Csak négy medivek, meg pure marine, meg pure marauder, ennyi. Csak egy base-ről gondolom. És nem tudom hány base-ről, mert amikor elkezdtem scope-tolni, készült egy CC, de még nem volt kirakva, még a felénél tartott. És így jött két és fél perccel később, és ezt nem tudtam vele mit csinálni. Pedig jól micro-sztam igazából szerintem. És egyszerűen így... A hanyadik perc volt. Akkor akartam kirakni a harmadik base-emet, olyan 4-4-35 között. Aha, akkor nagyon hamar jött. Igen, nagyon-nagyon hamar, és nem is tudtam hova tenni amúgy. Köszönjük, most adtál egy jó tippet, lehet, hogy ki fogom próbálni. A szellem, nagyon érdekes. De tényleg az, hogy annyit csinált az izével, a Factory-vel... Az a lényeg, hogy 4-1-jel jött ki, ugye? Hát úgy nézett ki az alap, hogy lerakta szépen az 1-1-1-et, refactionizott, egy Marine Aster reaktor, hozta belőle földesen Marine-akat, és a Factory-ra rakott egy reaktort, amire lecserélt egyből a Starportot, abból kiadott 4 medivekket, és addigra kész volt már neki a 3 reaktor, 1 izé. Nem. Két reaktoros és kettő tech labos izé.
barak, és abban hozta egyszerre a Steamet meg a Combat Shieldet, közben elkezdte az 1-1-et, és már jött át. És pont akkor jött át, amikor befejeződött a 1-1 és a Combat Shield. Nem, a Steam, azt hiszem. És az is nem volt Rulla Factory útja volt, nem volt Starport Production-ja se a 4 millivek után semmi. És ennyi volt a haszni. Hát igen. Hát én most olvastam Ordert, abszolút igaza van. Tehát a Terrán az egy agresszív, kezdeményező faj. Abszolút így van. Én ezért szeretek Terránnal lenni. Tehát a Zergelen ugyanez van. Tehát te mondod meg, hogy mi lesz a meta azon a meccsen. Ha te biózol, akkor a Zergnek ugyanúgy. Tehát a countert kell ráhoznia. Tehát... Ja, úgy persze. Ha mondjuk az Zergnek tud megkezni, de ez már jó. Hát, jó, akkor a Zerg nem fog nyilván lead-pinningezni. Hogyha én zélek, megkezek, nem? Hát nem ért semmit ellene. Azért egy jó kis infestoros lane bailing azért a battlemeket megeszi reggelire. Hát a battlemeket minden megeszi reggelire. Nem, amúgy a Roach Ravager ellen például kurva jó, sőt Hydra ellen is jó izé battlemek. Hydra ellen szerintem trash. Harham, Tom. Na jó, a srácok, én lépek, a chatem még itt fog maradni. Mindenképp hallgatlak titeteket tovább, meg írkálok, hogyha van valami ismeretre. Gyorsan átfutunk a meccseken szerintem akkor. Ja. Köszönjük. Jó van, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, hogyha van máskor is lehetőség, akkor jönnék, akkor adok interjút. Rendben. Na jó, sziasztok, további szép estét. Hello. Na megvolt akkor mindenkinek a balanszvány, nekem is, Remének is, Cárkovnak is. Én megbeszélem. Szóval... Második forduló. Szia Pronoob, visszatérték közénk. Tartjuk a frontot. Pillanat. Vissza kell érni a... nőneműnek, mert... Hajaj, ez veszélyes. Mert lehet levágja a farkamnak a legvégét. Nem. Nem tud róla, ha nem tud róla, ha. Hát igen, mert ugye most hazajöttem, én meg lennmaradt fél egyházam. Szóval is így... Szóval így most ez így ilyen, tehát ő most így nem tudja azt, hogy mit csinálok itt minden, csak azt, hogy kockulok. Helyes. A lényeg. Úgyhogy, ja, most szétszatom őt, Javi. Nem, de vagyis. Nem vagyok ilyen szélesztívű. Szóval, HST-re térjünk vissza, szerintem az lesz a biztos. Így igaz. Arra volt szó, hogy kezdjük a C osztálybeli meccsekről, hogy első osztályt hagyjuk a legvégére, elvégre mégiscsak az a legizgibb. Bár amúgy így szerintem, hogy közel vannak az emberek, így minden héten, minden csoportban vannak jó meccsek. Persze, abszolút egyetértek. Pronoob, mint aki a legtöbben streamelt, mi a hét meccse? Szerinted? Melyik volt a hét meccse? Én csak kettő meccset streameltem a héten. Méghozzá a Sephisto ebbe elmaradt meccset streameltem le, és a rettenet pokkolt. Ezt a két meccset streameltem csak a héten, mert nekem nem maradt. Elvittem el összeset. Kedden meg vasárnap, meg minden. Igen. Na. Hát számomra a hét meccse igazából... Amennyit láttam... Tényleg amúgy a Cheeseburger PS-t azt kistreameltem. Szerintem az pont Robi. És azt láttátok azt a meccset? Én nem, de hallottam, hogy mi történt.
Na jó, akkor csak én nem lehet, csak én nem tudok semmit arról a meccsről szerintem, mert 1-2 lett a végeredmény, ezt érdekelt, hogy mi történt a... mert azért még azért mindig is csak nagy a különbség MMR-ben egy ezres talán. Most. Kb. Annyi történt, hogy Antonia kicsit greedy-n expelt, és PS meg nem büntette meg érte. Ah, értem. Hát jó, igazából onnan már nem volt olyan nehéz. Reveszerint Jaggerly Head volt a hét meccse, amúgy. Hát nem is tudom. Egy nagyon nagy különfiesta volt. Én abból a izét láttam, a TVT-t azt elejétől a végéig láttam. Tehát az, hogy mind a ketten megtáramoztak, az kiégetett, de kurva vicces volt. Az EVT-t az izéből láttam még részt, az EVT-ből, abban egy nagyon picit. A PBT-t azt meg egyáltalán nem volt, de mit játszott Jagger Protosszal? Nem láttam a meccset sajnos. Chronobos, te streamelted, nem? Hogy ott mit játszott a PBT-be Jagger, milyen build ordert? Meg a Protoss kapott, mert azt tudom, hogy minden három fajból egyet kapott, mindegyiből láttam ilyen egy-két percet. Bocsánat, nem hallottak, most látom a chatet. Az úgy volt, hogy első meccse kapott Protoss, csak volt valami error, ami miatt nem tudták elindítani. Ja, igen, vissza kellett tölteni. És akkor újra kezdtük, és akkor meg Zerget kapott, ugye, ami a... Hát, de nem úgy volt, hogy ez elkezdte újra? Hogy Protosszal kezdte újra? Nem Protoss. Protoss volt a legutolsó meccs. Értem. Oké, erről részről lemaradtam, aha. És... az egy rövid meccs volt a harmadik, valami all-innel kezdett, most nem emlékszem pontosan már, hogy volt. Az első kettő meccs sokkal hosszabb volt, amikor Zerge volt, meg amikor Terrannal is. Hát ahogy ismered, megpróbáltad vérumozni, vagy valami ilyesmi. Biztos hevesek voltak ott az indulatok amúgy, azon a meccsem. Annyit láttam, hogy a egyik meccs után bejött mind a kettő a csetre, és elkezdtek kurva anyázni egymásnak, hogy te abuse-et köcsög meg ilyenek itt Twitch-en, arra emlékszem mondjuk. Igen. Hát ez előfordul. Ez olyan, mint hogy Kolya is rám írt a meccsünk után, hogy jó faj. Meg így mondtam, nice. Ja. Na jó, hát akkor első neki akkor most már ténylegesen az eredményeknek. Én nem mondom vagyok. Igen, itt is van, amúgy látjátok közben. Ja, aha. Ha visszatöltötted, oké. Reve azt mondja, hogy az én meccsem volt Kolyéval a legjobb, még a Nihad Jaggeren kívül. Igen, na igen, tényleg, az epic volt, az nagyon durva volt, megfordulatos. Hát az volt egy szar csizom, ami miatt el is veszítettem a meccset, a másodikat, azt hiszem. Ott nagyon sokszor volt mindegyik meccsen, hogy többször is fordult a kocka, hogy hogyha ötször kellett volna szavaznom a meccsen, hogy ki nyer, ötször másra szavaztam volna, úgyhogy... A múlt héten se játszottam tutja el a rossz meccset amúgy. Az is kettő, de csak ott nem nekem. Tudsz te egyetlen rossz meccset játszani? Hát, nézzétben a néha alatt, de ezt végül indöket volt összes meccsem rossz. Igen, hogyha látjátok, Jagger ugye robót hoz, ugye először Big Sucker-re akart menni egy base-ből. Aztán meg DT-ket Warpriest-ben, ugye azt ugye fogta szépen. Ez nem volt nagy meccs amúgy, az előtte lévő kettő sokkal jobb volt. Jó kis proxy DT, aztán charge-lott. Na jó. Na jó, szerintem mára ennyi, nem? Hogy vagy beszélj, vagy tovább? Hát még az eredményeket fussuk át. Még az eredményeket fussuk át. Szóval, C-csoporttal elkezdjük. Pronoob és Tutyi 0-2. Ugye, mi történt Pronoob, mert én is csak itt vagy. Tutyi, miért vett meg téged 2-0-ra? Jobb volt, vagy valami nem jól jött ki, nem működött esetleg a tax, amit kitalált el? Nem, megmondom őszintén, jó volt, szóval... tényleg ügyes volt, úgyhogy VP neki. Az a második meccsen ott például kaptam, miközben próbáltam droppolni, amúgy nagyon szépen fogta a droppokat is, és miközben a droppaimra figyeltem, kaptam két bén droppot, naturára meg mainre.
gyakorlatilag, és ugye akkor készült el még csak a harmadik CC-m, szóval a SCV-m nagy része az ott oda veszett. És hát ugye tartottam magam sokáig, meg próbáltam kiexpelni ugye Marine Mine-nal gyakorlatilag, mert Link bénezett, és de ugye már folyamatosan eco hátrányban voltam, és ő bebankolt rohadtul, és ki tudott menni tier 3-ra, kijöttek az ultrák, és ugye én nem tudtam váltani nagyon, mert folyamatosan csatáztuk, próbáltam túlélni, és ugye az ultrákkal már nem tudtam mit kezdeni a marinokkal, úgyhogy a második meccs az abszolút ott ment el szerintem. Leginkább. Úgyhogy jó, teljeg ügyes volt, szóval amivel próbálkoztam, azt mindent fogott. Az elsőt azt viszont nagyon rosszul kezdtem be. Szóval ott beleszaladtam Helionokkal, Liberatorrel mentem, de elvesztettem már a map közepén a Liberatort a Queen-ek által. Az első az nagyon az én meccsem volt, hogy sokat hibáztam, a második meccs az inkább a gombolás, úgyhogy volt nagyon ügyes. Aha, értem. Nem vagy jövő héten. Ja, mostában kevesebbet játszottam, amúgy a TVZ a legjobb matchupom. Ott azért nálam erősebbeket is el szoktam verni általában. Hát ja, hát kár volt. Jövő héten Koya ellen játszol, úgyhogy majd ott megmutathatod a TVT-t. Ja, hát igen, Koyával amikor játszok, akkor az szokott lenni sokszor, hogy ki a türelmesebb. Hát a TVT-ben az alapból egy ilyen gyakori dolog. Ja. No, következő meccs volt a Koya Shiro, ahol ugye eredmény 1-2 lett. Aztán az utáni mérkőzésünk a Quasar és Marauder, ahol 2-0 győzött Quasar. Szintén a C csoportból ugye a Mello és Aquatec, ahol Mello győzött 2-0-ra egy ZVZ-be. És így nagyjából ez volt a C csoportunk. Jövő héten C csoportból én leszek szabadnapos, ha jól emlékszem. Melyik nap? Jövő héten én vagyok szabadnapos. Én nem játszok. Most elméletileg karácsonyi szünet lesz, úgyhogy nem lesz jövő héten. Akkor a következő fordulóban így mondom. Januárban majd, aha. Én kezdek szabadnappal. A B csoport mérkőzései pedig IGS, Rob és Bugsy 0-2, ugye PvP meccs, Megabyte megverte Noxmoxot egy ZVZ-be 2-0-ra, Dr. Newcastle és Fana, ugye Fana, amivel feladta a HRC-t, ezért 2-0 a default win Newcastle-nek. A Breach vs. Revert ugye ma láttuk, a Breach győzött 2-0-ra. Czerkov, Cheese, ez már az A csoport mérkőzése. 2-0 a Czerkovnak, ZVZ-ben Sephisto, Dracarys, PvP 2-0 Sephistónak. Order Revét megverte ugye most a legutóbbi mérkőzésen 2-0-ra. Tordrop, Stukov 2-0. Tordrop levára. És az első osztály mérkőzései pedig Freeman megverte Monstert 2-0-ra, Rettenet Popcornt 2-1-re, a Winter és Solip az tolva lett? Elhalasztott. Igen, az el lett halasztva. Cheeselger PS 2-1 PS-nek, Jagger Nihed 2-1 Nihednek, és ennyi. Na, gyorsan ledaráltam. Easy. Igen, úgyhogy... Jelen állás szerint akkor úgy állunk, hogy a felső osztály Freeman Nihed PS3-as vezeti, az A csoportot Sephisto, Alder, Czerkov, a B csoportot Megabyte, Breach, Bugsy, a C csoport pedig Quasar, Tuki és Koye. Hát akkor igazából nagyjából minden úgy történt, ahogy történnie kellett, ahogy nagyjából követtem. Semmi meglepő győzelem nem volt. Hát azért Cheezer Girl, hogy behúzta PSL-en, jó, nyilván, azért de, hogy szép volt. Igen. Meccs győzelemre gondoltam, teljesen. Yeah, yeah. Az enyém! Bőre. Nagyon! Mondjál, valami fej! Tudod, mennyivel van felettem Koya? Ja, hát ott is, igen, ott is a papírforma az Koyának kedvezett. Shiro ellen. Meg igazából jó, én is ugye Tutyi előtt voltam MMR-be, bár nem sokkal, mert 500-600-zal amúgy. Ne, 4000 MMR-t elérte. Egy százas volt csak köztünk. De akkor Raynek mondtam, hogy annyival mellettem Kaja. 4500 valahogy így. Az nem is olyan vészes.
Tudja meg ugye feljött, hogy ugye kisebb emberem volt, amikor jelentkezett, csak ezt eljátszott, nézte a meccsisztoriát, elég jó. Sokan mi az, hogy ellened? Mi az, hogy ellened játszok, ne aludjak? Mi? Ja, ti lesztek a következők, vagy? Mi? Nem. Bakóval? De hát az a negyedik forduló. Hallod, Bakó? Az a negyedik forduló, nem a harmadik. Ja, tényleg, igen. Arra meg várj egy kicsit. Negyedik B-n pihenek. Nice. Imádom, hogy az AR Discordon már van egy Wolverine a szoba is. Ja, hát igen, mióta megérte Shadowlands, azóta nagyon tolja mindenki. Szerintem azóta, hogy AR-ben többen voltam, mint izé estéznek, actually. Igen. Köszi srácok akkor, hogy csatlakoztatok, meg a nézőknek is, hogy követték a streamet. Úgyhogy most karácsonyi szünetre vonulunk, lehet, hogy lesz stream, még nem dőlt el, hogy valakik le akarják-e játszani, vagy valaki vállalja el azt, hogy a karácsony a szünetben leszreameli. Úgyhogy még meglátjuk majd, ki lesz úgyis az a Facebook csoportban, hogyha igen, lesz valami esemény. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek. Jó, van, akkor én is elköszönök, úgyhogy jók legyetek, és Isten áldjon. Igen, igen. Ja, boldog karácsony mindenkinek. Ja, boldog karácsony. Aki itt van még. Boldog Jussit, meg ilyenek. Ja, ja. Sziasztok. Sziasztok.